A hegy valamennyi agyak kelevénye kifakadt. Az emberek megjelentek zsákvászonnal bélelt kosaraikkal, és dalolva töltötték meg őket. Giri is megszólalt. Az agyag jól formálható, mégis azt hiszem, nehéz dolgunk lesz az idén. Fuád beletörölte a tenyerét a kötényébe. Előbb beleköpött, hogy megpuhuljon a rászárat agyag. Aztán felegyenesedett, félig behunta a szemét, hogy ne sűsön bele a nap. Tudod, Giris, az embernek egészen Isten kezébe kell ajánlania magát. Ha kicsit káromolja is néha, öntudatlanul teszi, mint amikor hevesen vitatkozik, s közben összegyűri a kezében lévő papírdarabot. Elhallgatott egy pillanatra, aztán megkérdezte. Hol van Gibrail? Azt hiszem, húgyozni ment. Pui, de közönséges vagy, Giris! Már sokszor megpróbáltam megértetni veled, hogy úgy kell mondani, elment vizelni. Ezen aztán jó nagyot röhögtek. Ők ismerték az igazságot, de fittyet hánytak neki, hiszen ők gyúrták az agyagot, amely maga a hazugság. Gibrail előbukkant egy cikla mögül. Úgy beszélsz Istenről, Fuád, mintha fazekas korongokról beszélnél. Na hát, Mesélek nektek egy históriát Istenről, ahogy is elfáradtunk. Üljünk le egy kicsit az árnyékba. Valamennyien megtörölték a kezüket. Hárman voltak, de egyformán gondolkoztak. A hegy nem ismer versengést a szakmában. Mindenki megkapja Istentől a maga adagját, és kész. Mire való egymás ellen acsarkodni, elvenni a helyet egymás elől. A szakajtóban is megfér egymás mellett minden szemgabona a vízcseppek, a homokszemek, a fűcsomók is nyugton maradnak ott, ahová a természet keze helyezi őket. Csak az állatok, meg a városi emberek verekszenek a táplálékért. A hegylakók legfeljebb érzéseik és elveik miatt vezekszenek. Hárman voltak, mosolygósak, borostásak, jókedvűek. Övék volt a nap, a föld, az agyag. Ennél többet nem kívánhat az ember. Letelepedtek az árnyékba. Mind a hárman sodortak maguknak egy cigarettát. A dohány már kezdett kiszáradni. Gibrail megtaposta egy kicsit a földet, úgy ült le. Szóval, kezdte Gibrail, Isten egyszer nagyon unatkozott az égben. Ő nem cigarettázik, nincs formázni való agyagja, sem más mestersége, amivel elszórakozhatna. Gondolhatjátok, milyen nehéz dolog magányosan unatkozni. Magához hívta hát a sátánt, és felajánlotta neki, hogy játszanak dámát. A sátán persze a fekete bábukat választotta, Isten a fehéreket. Nem szórakoztak valami jól, mert a tábla kicsi volt az ujjaikhoz mérten. Isten gondolkozni kezdett. A sátán is gondolkozni kezdett. Végül a sátánnak támadt egy ötlete. Azt ajánlom, mondta Istennek, hogy használjuk táblának a világot, Bábuknak meg az embereket! Isten látta, hogy a javaslat szörnyű, péslogott is nagyokat, mégis belement, mert bízott az erejében. Megragadták hát a bábukat, és elkezdtek játszani. Vedd le azt onnan, dáma! Én ide lépek. Én meg ide! A sátán nagyszerűen tartotta magát. Olyan trükkjei voltak, hogy még Isten is elcsodálkozott, és tulajdonképpen meg is volt elégedve hiszen végeredményben a sátánt is ő teremtette, ravasságával együtt. Élvezte a játékot, és azt javasolta a sátánnak, hogy állandóan játszanak, és még mindig játszanak, mint két boszorkánymester, egymás mellett kuporognak a fekete-fehér tábla fölé hajolva. Mindannyian az ő bábúik vagyunk, te, Fuád, te, Giris, meg én, Gibrail is. Mindannyian bábok vagyunk, tetszésük szerint mozgatnak bennünket. Isten az ő finom újaival, a sátán pedig a maga köbbös álszent újaival. Egyik a másik után, néha ketten is egyszerre, s vitatkoznak, melyiküké vagyunk. De mindketten egyszerre sohasem engednek el. Hát, ezt akartam elmesélni. Gibrail a cigarettától sárgát köpött. Ránézett Fuádra, te meg azt mondod, Isten kezébe ajánlod magad. Mi szükségre, hogy Isten kezébe ajánd magad? Minnyáján a kezében vagyunk. A bábúi vagyunk, neki, meg a sátánnak. Akár csak Tanios és Bárzsut. Fuád és Giris elhallgatott. Gibrái szavai nagy hatást tettek rájuk. Elképzelték Istent, meg a másikat, amint az emberekkel játszanak. Az újuk nyomát keresték magukon. Lelkük mélyéig felkavarta őket Tanios és Bárzsút neve. Olyan keserűséggel ejtette ki őket Gibráil. És ezzel még nincs vége, folytatta Gibrail. Megérünk még egyebeket is. A gyerekeink meg még cifrábbakat megérnek. És a gyerekeink gyerekei annál itt cifrábbakat. Minél újabbak a bábok, annál nagyobb élvezettel markolják meg őket. Ahogy sokasodnak az emberek, a két játékos annál szenvedélyesebben játszik. Néhány éve még mindenki boldog volt. Aztán hirtelen fordult a kerék, sötétség borult a hegyre. Na, de gyerünk, gyúrjuk tovább az agyagot! És újból munkához láttak. Többet nem beszéltek, egymásra se néztek, mintha magukon éreznék a dáma játékosok ujjait. Az életük az agyag volt ez az ezer arcú hazugság, amelyet beloptak mások életébe. És megtömték vele kosaraikat, homlokokról csöpögött a veríték, gyomrokat éjség marta. De Taniost és Básutot nem tudták elfelejteni. Ezt a két bábut, amelyet a játékosok olyan hirtelen levettek a tábláról, folyton ott látták maguk előtt. A hegyen ugyanis már mindenki rájött, Szkándár sejk embertelenül járt el. Bemocskolta a kezét azzal, amit a lányával művelt. Skandár azonban boldog volt, naphosszat elégedetten pödörgette bajszát, és finomabbnál finomabb falatokkal tömte a bendőjét. Gibrail hirtelen megszólalt. Mi meg olyanok vagyunk, mint a rostáló embertöke. Jövünk, megyünk, és mégis mindig egy helyben maradunk. Akármilyen csapásért el kell viselnünk, mert ugyan hová menekülhetnénk előle. És ez a törvény a mi hegyünkön. De vajon nem tehetnénk-e valamit ellene, ha egyszer minden porcikánk lázadozik? Szkándársai rokonunk ugyan, unoka testvérünk, testvérünk, de én mondom, hogy gazember. Megint abba hagyták a munkát. És mi lett a niosszal? kérdezte Fuád. Giris a fejét csóválta, Tíz mióta Bársut elment, senki se látta a faluban. A malom zárva. Többen is fölmentek, bekopogtattak hozzá, de semmi válasz. Csak éjszakánként látni egy kis fényt a malomban, a faluból. Gibrail hozzátette. Gnatios atya is felment hozzá, Nagibba. Majd betört az ajtó, úgy döngették. De nem nyitotta ki. A kulcsjukon keresztül barátságosan beszéltek neki, de hiába. És aztán? Aztán azt mondták magukban, hogy egyszer majd csak kinyitja az ajtót. Így van ez mi felénk. Fuad egy másik agyaggödörhöz vitte a kosarát. Megállt, és fölegyenesedett. Az ő családjuk minden esetre különb a miénknél, jegyezte meg szárazon. Ha csak Skandarseik volna egyedüli szégyenünk, már az is sok lenne. Együnk inkább, javasolta Gibrail. Az anyja, mondta Fuád. Bár csak dögölne meg, az lenne a legjobb neki. Igazad van, Gibrail, mondta Giris Együnk. Ebédjük kék kockás kendőkbe kötve az árnyékban hevert. Mindhárman kibantották a magukét. Nagy darab, papírvékony, szinte áttetsző lepény volt az ebédjük, csak úgy árad belőle a hegy tiszta bóza illata. Hozzá főtt krumpli, paradicsom, fekete olajbogyó, hagyma. Gibraelnak egy kis előző napról maradt zsadda rát is pakolt a felesége. Mohon láttak neki az evésnek. A lepényt négy darabra törték kérges ujjukkal, amelyre rászáradt az agyag. A hagymát a tenyerükkel lapították szét egy kövön. A paradicsomot a körmükkel vágták szeletekre. Ettek, és ételük fölt és agyagíző volt az olajbogyó magvait nagyot sercintve messzire kiköpték. Közben éles, de simogató tekintettel figyelték a kosaraikat, amelyekben csöndesen nedvezett a napon az agyag. Szótlanul forgatták szájukban az ételt, arcuk kidagadt. Madácsi csergés, lombok sohogása, és a kis forrás csörgetezése volt ebédjük kísérőzenéje. Kétszereződjön meg erőtök, egészségetek, hegylakók! A tifogatok, izmotok, agyagotok, termésetek, az emberiség éltető ereje. Kitölti meg a korsót? kérdezte Gibrail két falás közt. Fuád ment vízért, a legfiatalabb. Megtöltötte a korsót, oda nyújtotta Gibrailnak, Gibrail Grésnek, Girés meg Fuádnak. Ittak, böfögtek. Aztán hanyat feküdtek, karjukat fejük alá tették, és szunyókáltak egy kicsit. Ez volt minden örömük, dolgozni, enni, inni, aludni, és mindez teljes szívvel. Mert a szív az ő függő onnyjuk vízszintezőjük. A szív a hegylakók életének egyetlen mérő eszköze. Mire felébredtek, a nap már az ég másik felén járt, de még rásütött az agyagra, amelyet ő érlelt meg. Kifújták az orrukat, újukat beletörölték szírváljukba, és megint ittak egyet. Az elvégzett munka nagy, titokzatos örömmel tölti el, felmagasztosítja az embert. Csak egy valami zavarta örömüket. Magukon érezték a játékosok kezét, amint ereiket szorongatják. Mintha valami nehéz súly cipelnék, jegyezte meg Gibráil. A másik kettő hallgatott. Még egy kosarat kellett megtöltenie mindegyiküknek gödörtől gödörig vonszolva meg is töltötték. Aztán a kosarakat letakarták egy-egy zsákdarabbal, bőségesen meglocsolták vízzel és otthagyták. Holnap elküldjük értük Tufikot, a kordéval, mondta Gibráil. Azzal elindultak, vállokon a csákányjal és az ásóval. A nap lassan kúszott végig a kék égbolton, mint egy kövérpók. Fuad megszólalt. Tudjátok mit? Ki kéne békülnünk az Asaf családdal? A legjobb mód rá, ha megpróbáljuk mi magunk kicsalni Tani osztamalomból, ahová elrejtőzött. Jó ötlet, helyeselt Gibrail. Kezet rá, kiáltott a gírés. Rendben van? Rendben. Boldogok voltak, hogy mindenkivel megoszthatják örömüket. Örömmel tölthetik el a falu minden zugát, rászedhetik a könyörtelen sakjátékosokat. Vajon meg tudják-e gyúrni, és el tudják-e adni az örömöt is, mint az agyagot? Mégiscsak olyan, mintha nehéz sót cipelnénk, mondta Gibráil, mikor elvált a társaitól. Úgy aludtak aznap éjjel, mint az állat, amelyik egész nap robotolt. Már hajnalban bebújtak szirvájukba, még agyagos volt a kezük. Gibrálnál találkoztak. Mit csinálunk? kérdezte Giri is. Először üljetek le, beszélgetünk egy kicsit, és elszívunk egy cigarettát. Girész és fohád leült a lépcsőre, Gibráil állva maradt az ajtóban. Arcokon örömfény lett. Szótlanul füstöltek. Megérkezett Elmász, Gibráil felesége, vödörrel a kezében. A vödörben önnön fehérségétől megrészegülten, habzott a kecske tőgyében éjszaka összegyűlt tej. Boldog reggelt, Gibrail asszonya! Hogy szolgál az egészséged? Szép jó reggelt! Hál' Istennek, jól! Adj valami harapnivalót, mondta Gibrail. A takaros, dundi elmáz, sürögni forogni kezdett, a, kiskonyhában. kis konyhában. Fogott egy jó marék rőzsét, ott hevert a sarokban, a parázsra tette, s addig fújta, míg lángra lobbant. Ő is boldog volt, mert érezte, hogy agyag és boldog emberek veszik körül. Az a fajta nő volt, aki sokáig szép marad. Ruhája alatt sejteni lehetett testének meleg hajlatait, ruganyosságát. Mindig mosolygott, pedig az ő munkája is volt olyan nehéz, mint a férjé, de tudta, hogy mosolya pihenés a férje számára. – Mi lesz, Elmaz? Sietünk! – Csak nyugalom, nyugalom! – szólt ki az asszony. – Te mindig sietsz! Azt hinné az ember, tűkönülsz, ha itthon vagy. A három férfi jó ízűt nevetett. Már a tűzön volt egy hosszú nyelű, égetett cserép serpenyő, benne két újnyi olajban dalolva sercegtek a tojások. Elmáz érezte a hasán a tűzhelyből áradó, jó meleget, mintha a férjéhez simult volna a mesztelenül. Kellemesen megborzongott a melegtől. A test is olyan, mint valami lángnyelv. Hé, türelmetlenkedett Gibráil! Már kél a nap! Elmáz most már csak azért sem sietett. Látni akarta, milyen a napkelte, ha otthon van a férje. Még sose látta. Még sose kaphatta rajta a napot, ahogy játékosan megcsillan Gibráil haján, bőrén, szemében. Szőz anyám, már dél van, Elmáz! Elmáz végre elszánta magát, kivitte az ételt. A serpenyőbe tette elébük az ételt. A serpenyőben tette elébük a tojást. Olajbogyót, uborkát, hagymát és szumákot rakott mellé. Az egészet egy nádból font tálcára tette. Hát a lepény? Itt van. És már húzta is elő a kebléből. Még meleg volt a testétől. Finoman meg volt hintve liszttel. Könnyű volt, mint a hab, és áttetsző, csupa élet. A három férfi egyszerre ránézett az asszonyra. Akad még öröm a hegyen, csak meg kell keresni, gondolta Fuád, és szótlanul komolyan enni kezdett. Elmáz ott állt mellettük, kezét összekulcsolta a hasán, lábikrái fehéren világítottak, mint a tej. És Fuád lopva oda-oda pillantgatott el lábikrákra. Fuád szép volt, igazi férfi szépség, Elmáz nem nézett rá. Ő Gibrailt figyelte, látni akarta, hogyan aranyozza be a nap bajuszát és szempilláit. Fuát kezében és szájában olyan jelentése volt a lepénnek, amit önmagának is alig mert bevallani. Elmáz testét fogta és ette. Az asszony előbbi mozdulata, mintha azt mondta volna, talán egyedül csak neki. Íme a testem. De Elmáz nem nézett rá, míg Gibráil és Girés szeme a serpenyön volt, Fuát tekintete titokban elmász testén siklott végig, befurakodott a lábszárai közé, aztán még feljebb a ruha alá. Szinte érezte, hogy lüktet békésen és kélyesen a combja, hasa, keble, akár az agyag. Tekintete gyöngéden gyórogatta, letépte róla a ruhát, aztán megformálta a szép domborul domborulatokat és meleg hajlatokat van még öröm a hegyen, és lesz is mindaddig, még az asszonyok odaállnak a falatozó férfiak mellé, és galambegyre emlékeztető keblükből veszik elő a lepint. Egyszerre csak, vajon nincsenek-e megáldva a nők egy hatodik érzékkel, amely fölfogja a férfiak rájuk tapadó tekintetét? Elmás egyszerre csak összerándult, és fuádra emelte szemét. Hosszan nézték egymást, míg a másik két férfi a hasát tömte. Mintha szikra pattant volna ki belőlük. Elmáz elmosolyodott, és elmosolyodott fuád is. Semmi kétség, van még öröme földön. Hála érte Istennek, tolták el maguk elől a tálcát. Hála érte neked, tette hozzá giris és fuád. Álljon meg fiúval az Isten! Szóval, javasolta Gébrail, bekopogunk hozzá, ha nem nyit ajtót, betörjük, bemegyünk. Kiöntjük előtte szívünket, és kiragadjuk magányából. Kiről beszélsz? kérdezte Elmáz. Taniosról. Szegény Taniosz, szegény bárzsút, ez a szkandarseik megérdemelni, hogy disznok elévessék. Gondolod, hogy életet tudsz önteni Taniosba? Ugyan. Törődj a magad dolgával, felelte Gibráil az asszonyok minden sötéten látnak, és megcsípte felesége karját. Ma, tette hozzá, itthon ebédelek, Girisszel és Fuáddal együtt. Pihenünk egy napot, mert tegnap úgy dolgoztunk az agyagosban, mint az ökrök. Menj el Murcushoz, és vegyél egy kis belsőséget. A májat nyersen esszük, a többit nyárson sütve. Tanioszt is elhozzuk. Elmáz és Fuád még váltott egy pillantást, aztán a három férfi eltávozott. Fölfelé kaptattak a malomhoz. A nap szelíden cirógatta az azurkék eget, és glóriát font a hegy köré. Megpihentek egy pillanatra, és lenéztek a falura. Enyhe szellő simogatta arcukat. A házak egymás után ébredeztek. Ennyi nyugalom, ennyi csillogás láttán kihinni, hogy az öröm megszökött a hegyről. A három férfi tovább indult, s néha váltott néhány szót valami semmiségről. Jabbur Buhanna háza elé érve, Fuad bekiáltott. Jabur! Az ablakban kedves női feljelent meg. Milia volt Jabur felesége. Jabur, hajnal óta kint van a mezőn, mondta. Gyertek be, pihenjetek meg egy kicsit. Mi újság különben? kérdezte Gibrail. Most is szősz? Igen, élni kell. Különben is a tunya ember fejében az ördög lakozik. A három férfi torka szakadtából nevetett. Kaphatnánk inni? kérdezte Fuád. Amennyit csak akartok. Az asszony kinyitotta a nehéz ajtót, amely csikorogva fordult meg sarokvasain. A szövőszék tiszta volt, és fémesen csillogott. A felvetőből szívárványszerű hajfonatként lógott ki a lánc, az eleje vastag volt és áttetsző, aztán egyre jobban elvékonyodott és spirálszerű fonálban végződött, a végén nagy kőnehezékkel. A szövőszéken a fonalak pattanásig feszültek. A hengert már két húnyi dima borította. – Folytasd csak, Milia! – mondta Gibrail. – Öröm néznünk, ha vidáman dolgozik valaki a hegyen. Gibrail tettetett komolysággal bölcselkedő pózba helyezkedett. Fuád két marokra fogva a korsót, jó magasra emelte, a víz szintelen fonalként csurgott a torkába. Hangosan kortyolva nyelte. Milia visszaült a szövőszék mellé. Lábát rátette a két taposóra, fenekét neki támasztotta egy faródra helyezett kis párnára. Félig ült, félig állt. Jobbjával megmarkolt egy kettős fonalat. Pedálozni kezdett. Balról jobbra, majd jobbról balra vezette a fonalat. A szövőszék berregve és zizegve működni kezdett, mintha beleköltözött volna millia lelke. A lánc táncolni kezdett. Minden szál megremegett, amikor az egyszerű kis fatákolmány hirtelen életre kelt. A vetélő nagy lármával szaladgált ide-oda a barázdában, a keresztlét szelíden nyögdécselt, mikor megrándult, mint valami szerelmes állat. A vetélő szorgos munkája nyomán a szálak összefonodva, puhán, fényesen, bársonyosan kerültek ki a szövőszékből. A fonalak már nem, fo nem fonalak voltak többé, amikor Milia egy idő múlva megtekerte a hengert, amelyre zizegve csavarodott fel a kész szövet. Miliát magával ragadta a fa monotondala, s előbb halkandúdolva kísérte a vetélő ütemes csattogását. Aztán boldogságtól ragyogva, minden figyelmét munkájának szentelve énekelni kezdett. El is felejtette, hogy három férfi áll mellette, és a férfiak is rágyújtottak a nótára. Nap-nap után meg-megszólít, oly ábrándos a szeme. Aztán továbbmentek. A faluban kattogni kezdtek a szövőszékek. A szövés bajt lelke. Igen, van még öröm a hegyen. Felértek a malomhoz. Giris megbökte könyökével Gibráilt. – Oda néz, nyitva az ajtó! Az ajtó félig nyitva állt, a résen behatolt egy kis napfény. Gibráil belökte az ajtót, mire az lassan, nyikorogva kitárult. Senki. Beléptek. A malomkövek álltak, vastagon borította őket a lisztpor. Egy kis zsámojon néhány kenyérmorzsa, a fehér lepedővel letakart díványon még látszott, hogy feküdt rajta valaki. – Tanios! – kiáltotta Gibráil. Az egész malom visszhangzott. Leültek. Agyagos kezüket néha össze-összedörzsölték. – Furcsa! – suttogta Girisz. Hogyan? Te mindent furcsának látsz! – felelte Kurtán Gibráil. – Kiment egy kicsit, de mindjárt visszajön, és bezárkózik. – kihasználja a kora reggeli órákat, amikor még senki sem háborgatja, hogy elvégezze szükségét. Ennyi az egész. Egyszerű volt, mint a pofon, ha eszébe jutott az embernek. Tanios valóban hamarosan megérkezett. Csont és bőr volt, szeme mélyen ült öregében. Mind a hárman fölálltak. Jó reggelt, Tanios! Fényes reggelt, felelte Tanios, tekintetét a padlóra szögezve. A padló vízben feloldott fazekas agyaggal volt leöntve, és úgy meg. Puha volt, mint a vatta, és kellemes illatot árasztott. – Mi van veled? – kérdezte Girész. – Az egész falu nyugtalankodik miattad. Tanios még mindig a padlót nézte. Szakálla sűrű volt, haja kócos, homloka felhős. A fájdalom függönyebb borult rá, mintha véget ért volna szerepe az élet színpadán, mikor az öröm cserben hagyta. Giris hozzálépett, és a vállára tette a kezét. A másik kezével megsimogatta Tanios állát, mint valami gyerekét. Tanios szótlanul, közömbösen tűrte. – Ide figyelj! – szólalt meg nyájasan Giris. – Mi mindannyian átérezzük, milyen csapásért, mintha csak bennünket ért volna. Lehet, hogy családjaink ellenségeskedése miatt nem hiszed el nekünk de esküszöm neked, én is, meg ez a két ember is. Esküszünk az evangéliumra, meg a szentostjára, hogy nem hazudunk, és szeretnénk kicsalni ebből a magányból, amelyhez olyan makacsú ragaszkodsz. Tanios ráemelte fénytelen szemét. Giris megesküdött az evangéliumra és a szentostjára. Ez szent eskü a hegyen, még azok szájából is, akik nem vallásosak. Még fiatal vagy, Bette a Minden rendbe jön. Szkandárseik utolsó alak. Igen, ezt én mondom, az unoka öccse. Mi hárman azt akarjuk, hogy boldog légy. Megtudtuk, hogy Bársút itt járt nálad, Im Szkandárral, és Kurtán elintézett. Ha azt állította, hogy soha se szeretett. Nem volt igaz, Tánios. Az apja kényszerítette rá, hogy ezt mondja neked. Az apja adta el Nasrida Krubnak mert Nasri a kajmakám. És csak ő mentheti meg Skandárt az igazság szolgáltatás sújtó kezétől. Most már tudod az igazságot. E szavakra Tanios szeme megrebbent. Ránézett a három férfira. Halvány fény tört fel a lelkéből, és ült ki az arcára. Csak ugyan így van? kérdezte. Megszólalt. Nagy öröm volt a három férfi számára hallani a hangját, látni, hogy él rajta, öltöztessük fel Tanioszt. Sörögni forogni kezdtek körülötte. Gibrail megborotválta, megfésülte, kibodorította a bajuszát. Vissza jelentette ki. Mi értelme? Lejössz velünk a faluba. Nem, nem, szó sincs róla. Lejössz, és újra élet benned a remény. A határokat nem ismerő remény nélkül nagyon kilátástalan volna az élet. Újból dolgozni fog a malom. Újból élvezni fogod az életet. Folytatod, ahol abba hagytad. És semmi sem lesz az egészből. A boldogság nem lakik az ember szívében. Ha magától nem jelentkezik, hiába keresi az ember. Igenis, benne lakik az ember szívében. A malmodban, a fiatalságodban. Mi a szerelem? Csupán felhő, és a felhők gyorsan követik egymást az azurkék égen, Holnap már mást fog szeretni bársút helyett, aztán megint mást. Tanios megnézte jobb tenyerét, és megdörzsölte. Hirtelen eszébe jutott, milyen rengeteg asszony volt egyszer a tenyerében. Lejössz, mondta Girisz. Mind a négyen lemegyünk, szólt Fuad. Vidáman élünk, és fütyülünk mindenkire. Gyerünk, mondta Gibrail. Szavamat adom rá, hogy boldog leszel holnap velük együtt gyúrod az agyagot. Magukkal vonszolták. Hadd tegyen fel legalább a tárbusomat. Tessék, itt van, mondta Fuád. Elindultak. Lentről, mint az összekuszálódott folyondár, fölhallatszott a szövőszékek kattogása. A faluban az öröm rügyei bimboztak. Mentek lefelé, ők voltak az élet erejében keringő öröm. Olyan arakon van a korsóban, mint a pézsma, mondta Gibrail. Azám, oroszlántejnek hívjuk, tette hozzá Girész. Dehogy oroszlántejnek, szólt közbe Fuád. Szűz Mária könnyének. Fuádnak van igaza, állapította meg Gibrail. Szűz Mária szemei sírhattak ilyen könnyeket. Tani az kicsit elmosolyodott. A férfiak minden szavukkal, mozdulatukkal, tekintetükkel azon voltak, hogy beburkolják őt a vidámság palástjába. Be akarták burkolni örömmel, mert tudták, hogy ha valakibe beleválja karmait a balsors, a karmolás helye sokáig véres marad. Már jábor előtt jártak. Milia a szövőszék kattogásának ütemére szőtte dalát. Látod, milyen boldogság lakik -e házban? És azt hiszed, hogy Milia soha se volt szerelmes? Vagy gérész, Fuád, vagy én magam, sose voltunk szerelmesek. Távolabb egy csőtör éppen akkor kapaszkodott fel a kanca farára, hogy meghágja, és Leiman segített neki. Éme a boldogság! Már hábás, Leiman. Erőt, egészséget! Maráheb! Odább egy kutya éppen akkor kölykezett meg, néhány gyerek elragadtatva bámulta, Hanna istálójának nyitva volt az ajtaja, s látni lehetett, hogy szoptatja gidáit a kecske. Az ösvény egyik fordulójában akkor ellett meg Amine nagy darab tehene, a kavicsos homokon, a fajára jellemző türelemmel, nagy szeméből csak úgy áradt a gyöngétség. A növények az ég felé ágaskodtak. Az ember szinte újjá élett. Lám, taniós, csupa öröm az élet, a tied is, a miénk is. Tánios úgy lépkedett közöttük, mint akit a vesztőhelyre kísérnek. Egyszerre csak összetalálkoztak látóffal. Kezében az üveg, szakáll a kócos. Ahlan, Tanios, mi bajod? Olyan vagy, mint az ázott macska. Meg kéne vizsgáljalak. Nehezen lélegzel, a szemed fénytelen. Helyes, mondta Gibrail. Még ma este vizsgáld meg, nálam tovább mentek. Gébrail hirtelen visszafordult. Hey, – Hé, bölcs Latuf, nincs kedved nálunk ebédelni? Májat, meg mi egymást? – Ott leszek, kiáltotta Latuf. – Isten fizesse meg! Megérkeztek. Elmász a küszöbön állt, két kezét összekulcsolta a hasán, és álmodozott, mint a tök a napon. – Megjöttetek? Isten hozott, tanios, de megváltoztál, Boldog jó napot, Gibrail asszonya! Beléptek. Fuad Elmázra pillantott, és rámosolygott. Elmáz kedvesen visszamosolygott rá. Piros ajka, mint az érett paradicsom. Hány óra lehet? kérdezte Gibrail. Elmáz megnézte az árnyékot a ház mögött, a kis teraszon. A terasz piros kőkockákkal volt kirakva. Elmáz mindig tudta, hány óra, abból, hogy mennyi kockára esett az árnyék fél tizenegy lehet, mondta. Akkor ide neki látni a főzésnek, mondta Gibrail. Segítünk. Most jut eszembe, hogy a kannás orvos is nálunk ebédel. Fúj, ki nem állhatom. Tániosz miatt meg kell vizsgálnia. A belsőségek a konyhában voltak felakasztva. Elmáz letakarta egy kis könnyű fátyol szövettel, hogy ne lepjék el a legyek. Néha a padlóra hullott egy-egy csöpp vér, és szétfröccsent, mintha csápjai lettek volna. – Fuád majd leakasztja – mondta Elmáz. Ő maga is le tudta volna akasztani, de a nők furfangosak. – Le én? Esküszöm – jelentette ki Fuád. – Állj rá erre a zsámojra, Fuád fogta a zsámojt, ráállt, és egyetlen mozdulattal leakasztotta a zsíros, nehéz belsőségeket. Elmáz alulról tartotta, rátette a kezét fuát kezére, és rajta hagyta, míg Fuád le nem szállt a zsámolyról. Fuád közvetlen közelről a szemébe nézett, és látta, hogy tüzel. Egy pillanatig csak állt, nem tudott mit mondani. Torka kiszáradt. Elmáz könnyű keze, még mindig a kezén nyugodott. – Micsoda boldogság! – suttogta. – Boldog vagy? – kérdezte az asszony. Igen, mert ehettem a lepényből, amit a kebletből húztál elő. Mintha egy angyal testéből ettem volna. Elmáz olyan pillantást vetett rá, amelyben benne volt az egész éve. Hazahozta Tufik az agyagos kosarakat, harsogott odakint Gibráil hangja. Elmász kilépett a konyha küszöbére. Igen, a műhely előtt vannak, összetörte a kordékerekét. Az anyja, Fuád vérrel összemázolt kezét nézte. Tanios önnön szívébe nézett. Girész elégedetten szívta cigarettáját. Elmáz megint a konyhában sürgött forgott. Boldog, gondolta. Hirtelen elkomorodott. Joga van egy Gébrai boldogságán kívül mások boldogságával törődni? Jelenthete számára valamit egy férfi jelenléte, érintése, pillantása, szava? a férjén kívül. De hát a szív olyan, hirtelen kipattan, mint a kukorica szem, a parás közé teszik. Elkezdett énekelni, s közben apró darabokra bagdalta a belsőségeket. Fuád már a többiekkel beszélgetett, csak Tanios nem szólt egy szót sem. Jalla, Tanios, szedd össze magad egy kicsit, szólt rá Gibrál. Iszunk egy korty arakot a nyersmájhoz, amíg az ebédre várunk. Fölállt, és bement a konyhába. Átölelte elmáz derekát, és csókot lehelt a fülébe. Boldogok vagyunk, súgta. Elmáznak ebbe a boldogságba kell belekapaszkodnia, erre kell építenie asszonyi álmait. Tegyél egy kis májat egy tányérra. Tiszta? Murcos, azt mondom, nagyon tiszta. Gibrai rárakta a fonott tálcára az arakos üveget, négy poharat, a májat, sót, borsot, és kivitte. – Éljenek a férfiak! – kiáltotta. Mindenki fogott egy poharat. Gibrail töltött az arakból. Csak ugyan olyan szintelen volt, mint szűzmária Mária könnye, és ugyanolyan erős. Girész feltöltötte vízzel a poharakat, mire az arak fehér lett, mint az oroszlán tej, és ugyanolyan bársonyos. Gibrail fölemelte a poharát. A szerelemre, minnyájatokra, a legény emberek boldogságára, a te boldogságodra, Tanios, meg a tiédre, Fuad. Tanios is fölemelte poharát. Áldjon meg fiúval az Isten, Gibrail, te vagy a legderekabb férfi. Ittak. Boldogan látták, hogyan kezd lassan felderülni Tanios is, hogyan igyekszik utánozni őket. Elmász kinézett a konyha ablakon a teraszra. Az egymással viaskodó napfény és árnyék csöndesen tizenegy órát ütött a kockaköveken. A férfiak étdogáltak, és nagyokat nevettek. A nyásra húzott, apró hagymával megtűzdelt húsdarabokban senki sem ismert volna rá a belsőségekre. A ház megtelt a sült hús illatával és a sűrű füsttel. Elmáz szorgosan rakta a tüzet, s a lobogó, hegyes lángnyelvek vidáman kóstolgatták a húst. Nem sokára megérkezett Latuf. Danios már az ötödik pohárnál tartott. Feje kóvájgott. Ez hát a boldogság. Amióta ember az ember, a szőlő levéből préseli ki a boldogságot, mert a szőlő megtisztít, felmagasztal, Istennek érzi tőle magát az ember akár szűzmária könnye, akár oroszlántej, az arak a tisztító tűz. Lepárolja bennünk a boldogságot, hatalmába keríti az agyat, megtisztítja a gondoktól, szárnyakat ad neki. Elfelejteti velünk a szegénységünket, kiszellőzteti szívünket, tüzében megújhódik a lelkünk. Tuka! kiáltotta Taniosz. Tuka! visszhangozták a többiek. A kannás orvos is beszállt az ivászatba. Elmász kihozott néhány nyárs húst. Keble ki volt tönve, így hozta a kenyeret mindenkinek, de igazában csak fuádnak. Már nem is kell megvizsgáljalak, Tanios, emelte fel a poharát Latuf. Éme az egyetlen főzet, amely fölér a Latuféval. Ivott egy kortyot, és nagyot csettintett a nyelvével. És te nemre mondom, Gébrail, megérdemelnéd, hogy ezért a finom arakért megcsókoljunk ott, ahol az anyád szokott megcsókolni csecsemőkorodban. Majd Taniosra nézett. Jó érem van számodra. Bárzsut visszatér bajt szababba. Minnyáján fölugrottak. Egyedül vagy a férjével? kérdezte Elmáz. Egyedül? Kiderült, hogy a idejdéjé éghajlat nem neki való ide -idé a tengerparton van, nyírkos a levegője. Tanios fénytelen szemmel merett Latufra. Hirtelen földhöz vágta a poharát. Kit érdekel Bárzsut? Menjen a közönséges rindyó! Úgy játszik az esküvel, mint más a kártyával. Csuplott egyet, aztán haotázni kezdett. Az arak ereje úgy áracít benne, mint a tűz. Hát ez a boldogság! a boldogság hazugság, amellyel eltakarjuk az igazságot. Ha bájtszabab fölött csillagok tévednek az égre, minden bizonyal a pásztorok kedvéért történik, hiszen az éjszaka arra felé úgy is elég világos, foszforporból van a levegő. Isten keze meglöki egy kicsit a csillagokat, legfényesebb oldalukat fordítja a falu felé, hogy utat mutasson a pásztoroknak. A pásztorok országútja ugyanis nem a földön van, hanem az égen. A pásztorok felkapaszkodnak a magas hágókra, behatolnak a szorosokba. Nehogy azt higgye valaki, hogy ők vezetik a nyájat. A nyáj vezeti a pásztorokat. A főkolompos rendszerint egy vén, merev szakálló, élénkszemű szemű kecskebak. Cikcakban halad, megmegáll, különösen babonásan csillog a szőre. A legelő azt hinné az ember, hogy a sziklákon legelnek, annyira szeretnek hegyet mászni a kecskék. A nyájban azonban juhok is vannak, így aztán könnyű rájönni, miből lesz a baj. A juh bolondul a zsíros legelőkért, a sáros földért, amelybe mélyen besüpped a patája, súlyos hájtömeget cipel a farán. A pásztor dübegurul, földhöz vágja furujáját, teveszőr subáját, tarisznyáját, neki gyürkőzik, és jallah! Öklével püföli, kővel hajigálja a juhokat. A kecskék iránt elnézőbb, mert azok adják a tejet. Néha hirtelen száll le az éjszaka. Ilyenkor a pásztor, ha messze van a falu, Összetereli nyáját, és igyekszik rábírni, Hogy töltse az éjszakát a szabad ég alatt. A kakuk fűtől és levendulától illatos levegőben, A búrjánzó növények közt, furujájának hangjával, és szívből jövő gyöngét szavakkal bíztatja anyáját. Gyakran riad fel megmagyarázhatatlan bégetésekre, és, ha aludni akar, kénytelen eltűrni, hogy a bakkecske meghágja a nőstényeket. Néha Szent János bogarak villannak meg a fekete éjszakában, találóan nevezik őket pásztorok mécsesének, s ütköznek neki a nyájnak. A bajtszababi pásztor imádja az éjszakát. Ilyenkor fedezi fel, hogy lelkem mérhetetlen, mint a mindenség. Ilyenkor érzi magát Isten cimborájának. Június volt. A nap tüzesen sütött. Az azurkék égbolt sima volt, mint egy nőhasa. A hegyet egészen eltakarta a fák lombja és az aranyszőke gabona. A hegycsúcsa felől enyhe szellő fújdogált, s megsimogatta tenyerével a nyárfákat és a fenyőket. A fák megremegtek, és doromboltak, mint a macskák. Az égen titokzatos, az emberek számára sokat jelentő jelek voltak láthatók. Közeledett az aratásnak, a kosarakban szúnyadó agyag megmunkálásának, a harangöntésnek és a dima szövésnek az ideje. Az élet ilyenkor ugyancsak próbára teszi az embert. Mindenki nyelébe illesztette a szerszámot, fölkészítette lelkét, ellenőrizte izmainak erejét. Az élet legnagyobb hullámával kellett megbirkózni, a gabona nehezen lélegzett az érlelő napsúlya alatt. A búza szemek türelmetlenkedtek, vékony héjukban, vadul borjánzott minden növény, az emberek nagy örömére. Néhány nap múlva férfiak és nők hajnaltól kezdve dolgozni fognak, ki kaszával, ki a szövőszék mellett, ki a harangöntő forma fölé hajolva. Ez a legszebb áldozat a mennybélinek, ez a minden gőgből való kivetkőzés, ez a harc az élettel, ez az önmegtagadás. Az ég biblikusan elterült a földet verejtékével öntöző ember feje fölött. S derűs az ember is, hiszen az ősidők óta megszokta ezt az erőfeszítést, és örömét leli benne. Ösztöne által a földhöz, durva hazugság révén, valamilyen mesterségéhez kötve hajladozik, láthatatlan kezek irányítására, amelyek egyszerűen bábkét bánnak vele önmaga valósága és az élet valósága között félúton úgy áll, mint a szerda a hét közepén. Képtelen megszabadulni az erőktől, amelyek fogva tartják, és erőfeszítésre késztetik. A három fazekas, aki makacsul elhatározta, hogy boldoggá teszi a falut, elcipelte Tánioszt egymás mellett sorakozó aprócska műhelyeibe. Kezdetleges műhelyek voltak. Három sötét, vastag falu és tetejű kamra, bennük tárolták az agyagot is. Ahogy az ember belépett valamelyikébe, nyírkos hideg csapta meg. Az agyag itt védve volt a naptól és a melegtől, megőrizte állagát, bársonyos puhaságát. A három kamra egy közös kis terasz félére nyílik, amelynek padlója ugyanolyan fazekas agyag, mint Tanios malmái. A három falat három, az idők folyamán ugyancsak megkopott, gyékény helyettesíti. A déli oldalon egy kis nyílást hagytak bejáratul. A nyílás napközben közben zsák darab takarja. Esténként úgy zárják el, hogy valami fatákolmányt kötöznek a nyílás elé néhány kis cölöphöz. Ha tető, néhány egymásra rakott vastag ág, hízagai közt vékony pászmákban besüt a nap, és játékosan táncol a padlón. Mindegyik műhelyben két-két fazekas korong áll a sarokban. Középen durván faragott kőoszlopon vastag kőlap, ez az asztal. Az asztalon fából készült simítóféle és lapos csiszolókő. Ez minden szerszám, no meg a három férfi lapát keze, szeme, szíve. Ezen a délelőttön az Gibráil műhelyében tartózkodott. Akárcsak Gibráil, ő is széles ökörb, ökörbőr kötént kötött maga elé. Először csak nézte, hogyan kezd munkához Gibráil látta, hogy két hüvelykóját, körmét egymáshoz szorítva, belemélyezti a fazekas korongra helyezett kis agyakcsomóba, aztán jobb lábával egyre gyorsabban forgatja a korongot. Hüvelykójait könnyedén belenyomja az agyakba, többi nyolc ujjával pedig, szinte alig érve hozzá, csak úgy círógatva formát ad neki. Néha-néha a mellette álló vödör vízbe mártja egyik kezét, és újra az agyagra teszi és lassanként kialakulnak újai alatta formák, először egy egyenes vonaló váza, amelyből később hajlított nyakú, hasas lesz. Lám, szólt Taniosznak, most leállok. Látod, milyen szélesre hagytam a száját? Azért, hogy kényelmesen lehessen majd kívülről a simítóval meglapogatni, belül meg a kavicsal simára csiszolni. A kézformát levette a korongról, és kitette a gyékény a meleg napra. Azután fogott egy újabb agyagcsomót, és új edényt formált, aztán még egy harmadikat is. Tanios neki bátorodott. Ő is fogott egy darab agyagot. Rátette a másik korongra, és lassan dolgozni kezdett, néha egy-egy pillantást vetve Gibráil felé. Ellesett néhány mozdulatot, néhány kanyarítást, és meglepően ügyesen alkalmazta. Kétségtelen, hogy sokkal gyatrább formát alkotott, mint Gibrail, de ezen is észre lehetett venni, hogy tehetséges. Egész csinos, kiáltott fel Gébrail. Fazekasnak születtél, nem Molnárnak. Gónyolodsz. Dehogy is, szavamra mondom, ahhoz képest, hogy kezdő vagy, valóságos mestermű. Nevettek. Időnként be egy tyúk, s ott csipegetett, és kotkodácsolt a lábuk alatt. A legyek fürtökben táncoltak a lyukak körül, ahol besütött a nap. Hallani lehetett, ahogy egy-egy apró gyíkocska végig súran a gyékényen. Jól dolgoztál, Tanios. sodorjunk egy cigarettát. Gébrejé beletörölte kezét a kötényébe. Tanios, kisé ügyetlenül utánozta. Sodortak maguknak egy cigarettát, és kimentek a napra füstölni. Boldog vagy? kérdezte Gibrail. Tanios hirtelen elkomorodott. A kérdés hirtelen újra felszakította valamennyi sebét. Felvarta és a felszínre hozta élete sűrű seprőjét. Boldog, mormogta. Kicsit megcsóválta a fejét. Én már kivettem a részem a boldogságból, nincs tovább. Az ember csak egyszer él. Hallgas, Tánios, mindent elfelejtettél. Ez igaz, de van valami a lelkünk mélyén, amit soha lehet elfelejteni. Maga a forradás, amit a feledés hagy maga után. Egy pillanatra elhallgatott. Van valami, amit soha se fogunk tudni elfelejteni, ha mi ugyanúgy fúródik az agyamba, mint a furdancs. Miért jött el, és miért mondta, hogy soha sem szeretett? Még akkor is, ha az apja kényszerítette. Ha az ember kénytelen elhagyni, akit szeret, legalább egy kis bánkódást mutat, egy könnyet ejt. Hazudott. De mikor? Amikor azt mondta, hogy szeret? Vagy amikor azt mondta, hogy nem szeret? Ki tudja? Gibrail hallgatott egy darabig, aztán szürke szemét a közeli fenyőerdőre szegezve így szólt. Szörnyű dolog a hazugság, és hazugság nélkül még se tud örülni az ember, mert a hazugság az élet súlya. Igazad van, a hazugság elaltatott, hogy aztán az igazság torkon ragadjon és megfolytson. Mint a ketten elhallgattak. Az erdő úgy lüktetett, mint a szív, a lombok a maguk nyelvén, a nedvek, a szén és a szél nagy titkairól susogtak egymás közt. A távoli lankákon ködnyelvek húzódtak, s elhomályosították az égazúrját. A szövőszékek szüntelen kattogása összekeveredett az élet ezernyi más zajával, és leülepedett a két férfi fülében egyszer csak gyirész is megjelent műhelye ajtajában. A kezét dörzsölgette, arca teli volt ráfröccsend agyaggal. – Fuad hol van? – kérdezte Gibrail. – Nem találom a műhelyében. Nyilván el kellett mennie valahová. – Mindig lusta ember volt ez a fuád, mondta Gibrail. – Mind ilyenek a fiatalok, amíg meg nem nősülnek. Tanihoz közbeszólt. – Ne beszélj ilyeneket, Girész! Mindig úgy dolgoztam, mint egy bivaj, pedig fiatal vagyok meg nőtlen is. Giris kacsintott. Az igaz, felelte. Csak hogy neked nem kellett ott a malmodat, hogy szórakozást keres. A nők jártak el hozzád, még hozzá sokan, igaz? Tanios újból elkomorult. Ismét eszébe jutott hajdani életének egy darabja. Délután Tanios Giris műhelyében dolgozott, és Giris nem győzött csodálkozni, milyen szorgalmas és ügyes. Mikor a nap lement a hegy mögött, bezárták a műhelyeket, és hazamentek. Tanios Girisnél lakott, akinek csak anyja volt. Gibrail, mielőtt hazament volna, szokás szerint betért Nagiv Zajterhez egy korty arakra. Éppen csak, hogy megolajozza a masinát, ahogy mondani szokta. Elmaz mosolyogva fogadta. Rövid égszínkék ruhája, feszesen simult a testére. Mikor Gibrail közelebb lépett hozzá, észrevette, hogy az asszony balkarján egy kis agyakfolt van. – Mi ez? – kérdezte a foltra mutatva. Elmaz jobbjával megmarkolta a balkarját, és előre húzta rajta a húst. Elpirult. – Mi ez? – dörögte ismét Gébrail. – Agyag. – Elfelejtett, hogy olyan ember felesége vagyok, aki mindig agyaggal dolgozik? – Nem felejtek el semmit. – De ez nem az én agyagom. S már rá is nyomta tenyerét az asszony jobb karjára, nagy folt maradt utána. Tessék, az én agyagom ilyen. Elmaz a szemébe nézett, és látta, hogy vihar van készülőben. Ez is a te agyagod, ki másé lehetne? Szótlanul figyelték egymást. A férfi szeme fehérje véres volt, az asszony sötét szeme tágra nyílt. Aztán Gibrail ordítani kezdett. Mondom, hogy nem az én agyagom. Ez fuád agyagja, és ma délelőtt került a karodra. Elmáz elsápadt, mint a lenyugvó félben levő nap. Fuád itt járt. Mit keresett itt? Nem járt itt, suttogta Elmáz. Minél inkább tagadsz, annál biztosabb vagyok benne, hogy nem tiszta a lelki ismereted. Hirtelen csendesebb lett a hangja. Elmáz, te még soha nem titkoltál el előttem semmit. Mi rossz van abban, ha Fuád itt járt? lehet, hogy éppen megszomjazott, amikor erre járt, s természetes, hogy legjobb barátja korsójából oltja a szomját. Vagy kellett neki valami? Igen, szólalt meg zavartan Elmaz. Kért egy korsóvizet, és én kiadtam neki az ablakon. Ivott, megköszönte, és továbbment. És a korsóra ráragadt az agyag fuát kezéről, te a jobb kezeddel vetted el tőle a korsót, aztán megvakartad a bal karodat, és így került rá egy kis agyag. Ez csak egyszerű. Az. De ha ilyen jól tudod, miért ordítozol így, mintha részeg volnál? Ringyó, üvöltötte Gibrail. Azért ordítok, mert ha csak ugyan így történt volna, elmondtad volna magadtól is, az anyád, takarodj, takarodj innen, szedd a holmidat, és menj vissza a szüleidhez. Elmas csak áll tehetetlenül. Mire vársz? Takarodj a házamból, vagy szétverem a fejedet! Elmáz nem mozdult. Erre Gébrejű megragadta a két karjánál, kilökte és bezárta az ajtót. Átkozott legyen minden asszony! szitkozódott. Még a legkülönbis kurva! Nősül meg, hogy felszarvazhassanak, mint egy kecskét! Hallotta, hogy Elmasz fapapucsa szaporán kopog a lépcsőfokain, aztán az utcán mérgében feldöntötte a korsót. A korsó összetört, a víz kifolyt a padlóra, Gibrail lába köré. Kiment a teraszra, ahonnan Elmaz leszokta olvasni hány óra, és ott állt a korlátot markolászva, míg sötétség nem borult a hegyre. Nem, nem, az ember nem lehet boldog, hajtogatta magában. Bábok vagyunk, bábok vagyunk Isten kezében akarata ellenére könycsepp jelent meg a szemes arkában. Két esztendeig élt elmazzal felhőtlen boldogságban, nem volt oka a legcsekélyebb szemrehányásra, a legkisebb keserűségre sem. És lám, egyszerre csak szétrobbant az egész, mint a puska golyó. A golyó már régen benne lehetett a csőben, jól lefolytva. És a szikrának éppen akkor kellett fellobbannia, amikor mindent rózsaszínben látott, amikor a világ csupa boldogság volt a szemében. Felnézett a csillagoktól tarkáló égre, halvány fényderengett a magasban, néhol egy-egy aranytócsa. Úgy hallotta egyszer, hogy a csillagok mögött is üresség van, hogy nem úgy vannak odatűzve az égboltra, mint a kopott függönyre, amelyet a faluban rendezett színi előadásokon szoktak használni. Fürkészve kutatta az eget, mert az ég látványától megkönnyebbül az ember vonzott a lelkét a végtelen mindenség, mint a le akarná csillapítani a benne tomboló vihart. Hiába van a városi embernek mesterséges szeme, amely közelebb hozza és megnagyítja az eget, a hegylakó jobban ismeri titokzatos életét, sejtelmes fényeit. A hegylakónak különleges tér ösztöne van, olyan, mint az étvágy vagy a nemi ösztön. Valóságos antennái vannak. Gibrail a tejút felé fordította tekintetét, amelyet Bajcababban a Széna Árus útjának neveznek, mert a mezőn szétszóródott Szénára emlékeztet. Elmerülten szemlélte. Aztán neki támaszkodott a korlátnak, szemhéjai alól még mindig elő, elő budjant egy-egy köncsepp. Agyaktól kérges kézhátával letörölte őket. Egyszerre csak megakadt a szeme az egyik csillagon, más volt, mint a többi. Sugárnyalábok vették körül, mereven figyelte. A csillag egyre tisztábban látszott, és Gibrai rájött, hogy egy üstökös ficánkol az égen, mint a hal. Úgy érezte, hogy összeszorul a torka. Üstökös! Pontosan a falu fölött. Ez mindnyájunk számára szerencsétlenséget, csapások öze özönét jelenti. Kisietett a házból, elmaznak nyoma se volt. Bekopogott szomszédaihoz. Sok boldogságot! Nézétek, üstökös van az égen! És az emberek sorra bekopogtattak valamennyi házba, a falu egyik végétől a másikig fölhangzottak kiáltás. Üstökös van az égen! Üstökös van az égen! Egy szempillantás alatt felriadt egész bajcabab. Öregek, férfiak, nők, csecsemők, volt, aki álmából riadt fel, volt, aki a szórakozást, vagy a szeretkezést hagyta abba. Mind kicsődültek az utcára. Kerekre nyílt szemmel bámulták az eget, szívükbe írtózatos félelem költözött. Az ég a lehető legközönösebben csillogott. Az üstökös csillogva tört utat magának. Olyan volt, mint a képeken látható sárkányok. Rettegést árasztanak maguk körül, s minden élőlényt elnyeléssel fenyegetnek mintha még a csillagok is lögdösödve igyekeztek volna kitérni az útjából a kozmikus csendben. Farkát csóválta, bozontos üstöke lobogott. Bizonyára még ordított is a gyönyörtől odafent, látva, hogy mennyi áldozat gyűlt össze, hogy kiengesztelje. Pontosan a fejük fölött volt, s mintha egyenest rájuk akart volna zuhanni, hogy minnyájukat egyszerre zúzza szét. Az emberek kis csoportokba gyűltek a falu egész hosszában az alacsony házak közt, a tetőkön, az istálók előtt. A gyerekek nem értettek semmit a dologból, de látták a felnőttek szorongását, államítas hangocskájukon riadt kérdéseket tettek fel, és anyjuk combja közé dugták a fejüket. A félelem egyre nőtt. Az asszonyok öklükkel verték a mellüket. Istenem, kímélj meg haragottól, Istenem, könyörű szolgáidon! A férfiak uralkodtak magukon. Némelyikük színlelt istentelenségből, Némelyikük meg azért, mert a kemény munkában És az élettel vívott nehéz csatákban Megkérgesedett a szíve. E pillanatban, amikor a földet az ég haragja fenyegette, Mindenki számot vetett bűneivel, És megállapodott legnagyobb védkénél. Ha az üstökös nem csinál bajt, Mindent visszaadok, amit jogtalanul szereztem. Fogatkozott magában, Gántusz sereszkedett, mint a falevél. Hanni, félájultan suttogta: Soha többé nem csinálom! Visszatérek a férjemhez! Mindez azért van, mert másfelé kacsingattam. Még hajnal előtt visszateszem a helyére a szöges drótot. Nem akarom, hogy a gyermekeim másnak a földjét örököljék, gondolta Ábu Assád. Még Nátiosz atya is fogatkozott, pedig ő látszatra tiszta volt, mint a kristály. Nem nézek többé arra a nőre, amikor mes mise közben a füstölőt lóbálom. Visszateszek minden pénzt, amit apránként kiszedtem a persejből. És pszichie. Addig nem nyugszom, míg lelem imádkozom minden tejet, amit a falu kecskéinek tőgyéből kifejtem. Ezen az estén bájtszabább láthatta, mi mindent ásnak ki lakói lelkük mélyéről a megbánás lapátjával. Mindenki az utcán volt. Mivel nem tudták levenni szemüket az égről, megfeledkeztek saját házok magasságáról. Halálos ellenségek ezen az éjszakán megtették az első lépést a kibéküléshez. Semmiféle szertartás vagy egyéb szent égjel nem fordíthatta volna őket ennyire legbensőbb énjük felé. Egyszerre csak felcsattant egy mennydörgő hang. Látjátok? Látjátok és érzitek most már Isten haragját? Menjetek és tépjétek szét sejmeiteket és gyapjú ruháitokat. Hadd övezzük körül templomainkat. Gnatios atya szónakolt a félelemtől vérvörösen. Hangja csoporttól csoportig terjed és ércesen csengett az éjszakában. Mint a vízbe dobott kő, koncentrikus köröket támasztott a lelkek tavában. Az emberek felugrottak, mert hirtelen rájöttek, micsoda erők lapoznak bennük, hogy képesek felül emelkedni önmagukon. Égtelen kiabálással, lögdösödve, egymás tiporva rohanni kezdtek. Valamennyi ház kapuja tárva nyitva állt. Egyenest berohantak, még arra sem vesztegettek időt, hogy lámpást gyújtsanak. Egyszerűen kiszórták a szekrényekből minden öltözéküket a padlóra, s finom tapintások alapján válogatták ki a sejem és gyapjú ruhákat. Szempillantásnyi idő alatt valamennyi ruhájukat, köztük a brokált ruhákat, meg olyanokat, amelyekért minden megtakarított garasukat feláldozták, vagy amelyeket csak egyszer vettek fel egy évben, mert túl szépek voltak, s nem akarták túl gyorsan elnyúlni őket, hosszú csíkokra szaggatták, s nekiláttak egymáshoz kötözni a darabokat. Éjfél után néhány perccel a falu mind a hét temploma körül volt övezve, és az üstökös csillogva halad tovább pályáján az űrben. De a falu lakóinak nagy teher esett le a válláról. Mert ilyen az ember. Ha amikor mindenét odaadta, hogy valamilyen szerencsétlenséget elhárítson, úgy érzi, megtette, amit megtehetett, megnyugszik, és várja a felsőbb hatalmak döntését. Másnap úgy rázta meg magát az egész falu, mint a kutya, ha kijön a vízből. Semmi sem változott. Az állatok szokás szerint az azurkék égbolt felé emelt pofával kérülztek és ábrándoztak. A nap ugyanolyan gúnyosan és szélesen mosolygott, mint máskor. A növények ugyanúgy megreszkedtek, mikor szétáradt bennük a nedv, mint máskor. Az élet változatlanul pesgett, az üstökös nyomtalanul eltűnt, éppen csak még keményebben kellett dolgozni, hogy új sejem és szövet ruhákat szerezhessenek. A nők fizették meg az egésznek az árát, s a férfiak, rosszul sodrott cigarettával a szájukban, folytatták a hajszát a pénz után, építették tovább bűnökből és hazugságokból álló életüket. De úgy látszik, hogy a kéz, amely a világot mozgatja, először simogat, aztán egyre nehezebbé válik, s utána megint álomba ringatja az embert. És ez a csalóka álom az oka, hogy az ember felelősséget érez e kéz iránt. Két nap telt el, közeledett az aratás ideje. Elkészült az eperfa ágainak hajlékony kérgéből a kévék kötözésére való háncs. A falu minden kaszája, minden szérüje és minden izma készenlétben állt. Már csak június 15-ét várták. Június 14-én kora reggel két férfi elment fáért a marhannai fenyvesbe. Égtelen bűz csapta meg az orrukat. Körülnéztek, honnan jöhet a szag. A fenyők lombjai paradicsomi bájjal zizegtek a szellőben. A földet szőnyekként borító fenyőtőkön harmad gyöngyözött az árnyékban. Az erdő szélén az egyenes fatörzsek közt fénysugár csillant. A két férfi leült. A gyanta illatát elnyomta a bűz. Alig, ha nem döglött róka heverít valahol, mondta az egyik férfi, mire a másik megjegyezte. Hogyan? Egy döglött róka nem volna ilyen büdös. Hirtelen árnyék suhant át az erdőn. Ideges, nehéz szánycsapások verték föl a csendet. Egy holló volt. Mind a ketten talpra ugrottak. Egy erőnk utána. Utána mentek. Egyikük mereven figyelte azt a helyet, ahol a holló eltűnt. Aztán újra felhangzottak a száncsapások. A holló megijedt és elrepült. Egyre folytogatóbb lett a bűz. Mikor megkerültek egy sűrű bokrot, belebotlottak egy oszlásnak indult női holtestbe. Föléje hajoltak. Rögtön felismerték Elmaszt, gébrai feleségét. Kötél volt a nyakán, s a kötél rá volt csomozva egy vastagágra. Valószínűleg fölakasztotta magát, s az ág letört a súlya alatt, állapította meg az egyik. Az üstökös az oka, tette hozzá a másik. Azzal rohantak a faluba. Amikor meg megtudta, mi történt, könnyes lett a szeme. Nincs boldogság a földön, gondolta. Az egész falu belesápadt, mindenki megnézte az üstökös áldozatát. A templom pillanatok alatt megtelt izzó lelkekkel. Ha Isten nem kegyelmez könyörületből, végül is megkegyelmez, hogy ne zaklassák többet, prédikálta az előző húsvétkor Gnatiusz És a szívek feltároltak a csodálkozó szentek és gipszbe öntött madonnák előtt. Gibrail, Fuad és Girész néma szellemi tompultságba estek, mintha a nagy dáma játékos, akinek a kezét magukon érezték, meg akarta volna mutatni nekik, hogy az ember hiába tervez. Boldogsággal akarták eltölteni az egész falut, és a boldogság, mint valami csúszós kígyó, siklott ki a kezük közül. Gibrail nem tetszem hányást fuádnak, mert a halál mindent eltöröl. De csak ridegen tárgyalt vele, mi történt? Miért akasztotta fel magát a feleséged? Kérdezkedték Gibrailtól úton, útfélen. Az üstökös miatt, felelte Gibrail. Latuf rengeteget eladott a főzetéből, mert a megrázkódtatásba sokan belebetegedtek. Tömegesen keresték fel, a tanácsát kérték. Ő meg cinikusan és kegyetlenül még növelte is a félelmet az emberekben, s félelmüket ravaszul jó üzleti érzékkel kihasználta. Főzete az imádságok elengedhetetlen kiegészítője lett. – Hogy mit tanácsolok? – kérdezte pislogva. – Azt, hogy éjszakánként ne aludjatok, legyetek állandóan résen, mert ki tudja, mikor szabadul el a csillagok haragja. És ha egyszer elszabadul, bizony csak jó néhány nap múlva lesz vége. Vigyázzatok kell hát! hogy a csapás ne érjen benneteket készületlenül. Hangja ájtatos volt, akár csak Nati sőt, még reszketőbb, még kenetteljesebb. Tanios jóval az üstökös átvonulása előtt megkapta már a magáét. Ő nem imádkozott, nem öntötte ki a lelkét a szentek oltárai előtt. Miért is tette volna? Fuád még aznap őrültségi rohamot kapott, elkezdett föl alá rohang, rohangálni a faluban, és mint az ökör, bőgte. Elmaz megölte magát! Elmaz megölte magát! Nagyib Zárkut agyvérzésben meghalt. Gantusz Gantusznak megbénult az arca. Két kisfiú, aki egy teraszon játszadozott, leesett és összetörte magát a kövön. A blataforrás cérna vékonyan csörgedezett, csípős szél támadt, s vastag felhőket kergetett az égbolton. Aztán nem sokára fullasztó hőség nehezedett az egész hegyvidékre, mintha izzó széneső esett volna. A látóhatár szélén kénsárga csík jelent meg, s egyre szélesebb lett. Délután fekete fellegek fették el a napot, és miközben mindenki azzal volt elfoglalva, hogy halottakat temetett, betegeket ápolt, vagy a lelkét így igyekezett megtisztítani, Sáska felhő csapott le a falura. Csak akkor vették észre, amikor már megtámadta a gabon a földeket. Valamennyi férfi rohant, bádokannákkal, csengetyükkel, bádoglemezekkel, és a szerencsétlenség láttán félőrülten, és ugyanakkor porig sújtva pokoli lármát csapott. Mindenek előtt megpróbálták körülzárni a területét, ahol a sáskák pusztítottak, hogy ne terjeszkedhessenek tovább. A sáskák azonban nyugodtan fölfaltak mindent, amihez csak hozzá, hozzáfértek. Kemény szárnyuk, főrészszerű lábuk jégesőként kopogott a talajon. Azok, akiknek a földjét még nem lepték el a rovarok, tűzvonalat akartak gyújtani, földjeik és a sáska pusztította a földek közt. De nyomban dühös veszekedés tört ki. Önzők az emberek! kiabálták az egyik oldalon. Dögöljetek meg! Vágtak vissza a másik oldalról de ne akarjátok, hogy mások is veletek dögöljenek. Mindenki úgy védekezik, ahogy tud. Végül is tetlegességre került sor. Vér folyt, s a sáskák közben egyre nagyobb területet szálltak meg, vidáman lakmározták az emberek szent munkájának gyümölcsét, hallatlan falánksággal zabáltak, s lehet, hogy többen is voltak, mint ahány kalászt megtámadtak, és minden széllökéssel újabb rajok érkeztek, csalhatatlan ösztönöktől vezetve. Az emberek végül is nem erőködtek tovább, hogy előzzék őket. Csak nézték, hogyan legelik le földjeiket, mintha a szívüket falták volna föl. Meg se tudtak mozdulni, szinte megkövültek a látványtól és tehetetlenségük érzésétől. – Hasztalan itt állnunk! – kiáltotta Abu Assad. Ha nem látom, nem fáj a szívem. – Gyerünk haza! és lehorgasztott fejjel, fénytelen szemmel hazamentek. Fáradtan dobálták a földre a kannákat, meg a bádoglemezeket. Az ember nem szállhat szembe a végzettel, különösen a hegylakó nem. Még az utat se figyeli, ahol jár. Olyan, amilyen. Úgy is tudja, hogy se vágyai, se érzései nem változtathatnak rajta. Hasztalan erőködik, csak felőrli magát. Ha a tövises bojtorján kis csillagai a lábába akaszkodnak, egyszerűen leszedi őket. Ha a köd megsűrösödik, szürke fájtlat borít a hegyre, megeszi a napot és eltakarja a látóhatárt, hallgat és megvárja, míg a szél eloszlatja a ködöt. Ha mégis imádkozik és marcangolja a mellét, csak azért teszi, mert tudja, hogy gyógyíthatatlan betegség csíráját hordja magában, s ezzel a betegséggel az ég sújtja. Mi a sáskaraj? Egy maroknyi kaszás. Isten azért szórja szét a gabon a földeken, hogy megkímélje az embert az erőfeszítéstől. Az idén a kaszák tiszták, újak maradtak. Az izmok nem szakadtak meg az erőködéstől. Így aztán az emberek szépen hazamentek. Várták az éjszakát, hát ha megint megjelenik az üstökös. Egyetlen hajszálatok sem hullhat ki, mennyei atyátok tudta, és beleegyezése nélkül. Így olvasta föl neki Gnatios atya az evangéliumból. Milyen igazat beszélt Gibrail? Az ember csak báb. Ha az ember nyelvét csípi a paprika, iszik egy kis olajat. A bajcsababbiak olaja a szűz Mária lábánál lévő, mécsesekben égő, füstölgő olaj volt. És megmaradtak a szövőszékek azokat nem érintette az üstökös hullámzó széles csóvája. És érintetlenül maradt a szívük is, tovább pumpálta ereikbe az életet. Most a szív az élet magja. Ha a mag megmarad, újra benövi szép lassan a nedvdús vastag hús. Szkandárseik körül továbbra is ott ült a mosoly. Öt páncél védte Isten csapásai és a csillagok haragja ellen. Az ő búza nem pusztították el a hatalmas étvágyú sáskák. Neki Nasri Dakrub volt a veje, s a vő volt a párna, amelynek neki támasztotta a hátát. Tudta, hogy Isten csak azokat próbálja meg, akik félnek tőle, s mivel ő nem félt Istentől, nem félt semmitől sem. Bázsut megint nála lakott, és karikás szemével minduntalan amalom felé tekingetett a malom azonban érthetetlen mozdulatlanságba dermett. Két hete tért vissza Bárzsút, s azóta még semmit sem hallotta Nioszról. Pénteki nap volt, s úgy tudta, hogy férje másnap meglátogatja. Teljesen közömbösen várta. Hiába vette körül Nasri Dakrub ezernyi figyelmességgel, hiába volt minden áldozat, amelyet felesége apjáért hozott. Nem tudta rávenni Bárzsutot, hogy testileg is a felesége legyen a mérhetetlen vágytól kínozva, lázas éjszakákat töltött az asszony mellett, a lehető legnyájasabb, leghízelgőbb szerelmes szavakat csuttogva a fülébe. Néha elvesztette türelmét, durvaságokra vetemedett az asszonyjal szemben, aztán megint hízelgő hangot ütött meg. De a leghatározottabb ellenállásba ütközött. Reményét vesztve, fáradtan visszavonult. A rákövetkező napokban újból közeledett az asszonyhoz. A vállát, a hátát, a derekát simogatta. Bárzsut, mint egy kismadár, menekült előle. Szeme keményen, haragosan villogott. Nasri végül is abba hagyta a próbálkozást. Egyszer úgy is magától odaadja magát neki, gondolta, majd ha benne is követelőzni kezd a testi vágy. Odáig ment, hogy el is hanyagolta az asszonyt, azt hitte, így módon talán sikerül fölkeltenie benne az érzékiséget, a gyöngétség utáni vágyat. Hiába, Bázsú testében és szívében nem ébredt fel a vágy. Folyton csak Tániosz tekintete, bársonyos hangja, forró, nedves ajkának érintése, mohó kezének cirógatása járt az eszében. És most, hála a ravasz Lattufnak, ismét visszatérhetett a faluba, ahol Tanios ott volt a levegőben, amelyet beszívott, a napfényben, amely szelíden cirógatta melegével. Az üstökös átvonulása őt is rettegéssel töltötte el, Tanios és önmaga miatt. Hiszen kettejükbe vájta, legmélyebben karmaita végzett, végzet, mintha ők lettek volna a balsors, kiszemelt áldozatai. És Nasrida Krupp másnap csak ugyan megérkezett megrakodva csábító ajándékokkal, habos, sejmes anyagokkal, csillagként szikrázó ékszerekkel, s ráadásul szerelmes szívvel. Barzsut meg se nézte az ajándékokat, rá se nézett férjére. Annál jobban csillogott Szkandár szeme. Szedd össze magad, Barzsut! Még mindig beteg vagy? Életed férjed kezébe van letéve. Nézd, mennyire szeret téged. Válaszol Bársot, bezárkózott a szobájába, zokogás folytogatta. Nasri pedig lerogyott a díványra, sápat volt, mint egy mómia. Látod? suttogta. Amióta feleségül vettem, így bánik velem. Elegem van a dologból, érted? Szerintem az emberek azért házasodnak össze, hogy megértő társuk legyen, hogy szeressék egymást, hogy, hogy gyerekeik legyenek, nem? Tudd meg, hogy ez oka vállásra. Szkándársely felpattant. Vállásra? Nem, nem, nem tehetsz ilyet. Becsület is van a világon. Adnod kell arra is, hogy járási főnök vagy. Mit gondolnának rólad az emberek? Szkándárselyik nagy léptekkel járkált föl alá a piros kockákkal kirakott kis előcsarnokban. Némelyik kocka meglazult és mozgott a talpa alatt. A szélesre tárt ajtón keresztül látni lehetett a napot, amint lassan megsárgul és elolvad a tengerben. Minden sárga volt. Valamilyen titokzatos hatalom, mint a bolhát nyomta szét hüvelykúja körmével az ég kék kupolájának eme óriását. A faluban az ablaküvegek, a szivárvány minden színében csillogtak. Az éjszaka tolvaj léptekkel már előlopakodott. Nem, Nasri, nem fogsz elválni, szólalt meg hirtelen szkandárseik. Még ma éjjel magadévá teszed feleségedet, ha kell, erőszakkal. Nekem is elegem van a dologból. Elhallgatott egy pillanatra. Nem tudta, hogy folytassa. És ha visszautasít, ha visszautasít, én... Megint elnémult. Maga is megborzat attól, amit mondani készült. Én majd segítek neked elmosolyodott. Naszri is mosolygott. Milyen nehezen nyögött ki, jegyezte meg a kajmakám. Meg kell találnom gondolatom számára a megfelelő formát. A két szörnyeteg osztozott cinikusan a prédán, mohon, mint két vadállat. Borzasztó ítéletet mondta ki szegény nőre, aki magába roskadva, a világtól önként visszavonulva morzsolgatta életét. Igen, ilyen sors várt rá, mert a szíve sugallatát követve merészelt szeretni. Rámerte emelni tekintetét a serlegre, amelyben a boldogság bora pezseg mindenki számára. Csak neki nem járt ki ez a serleg, csak neki nem járt ki ez a bor. Megvárták, amíg teljesen besötétedett. Akkor Szkenderseik ráparancsolt az anyjára, aki a küszöbön ült és font. Hagy magunkra bennünket, vagy két órára. Menj, ahová akarsz. Meg ne lássam, hogy a ház körül ólálkodsz. Jó, jó, felelte az öregasszony. Úgy is el kell mennem a nagybátyádhoz néhány marék gyapjóért. Indulj hát egy-kettőre. Mikor a két férfi magára maradt, azonnal cselekvéshez látott. Szkándársejk bekiabált bársútnak hogy jöjjön ki. Nem kapott választ. Erre lámpával a kezében dühösen berontott a szobájába. Nasri utána. Így nem élhetsz a férjeddel, ahogy élsz, jelentette ki ridegen az apa. Kötelességed mindenben engedelmeskedni neki, és megtenni mindent, amit kíván tőled. Bárzsut egyetlen szökéssel talpra ugrott, szeme tágra nyílt, ajka remegett. Sejtette, mire akar kiukadni apja. Hiének vagytok, mind a ketten, kiáltotta. Hagyjatok békén, takarodjatok ki innen. Elhallgass az anyád! Skandálseik a hajánál fogva megragadta. Azt csinálod, amit parancsolok, ordította. Olyan vagy, mint anyád, nem tudsz békességben élni. Kénytelen goromba lenni hozzád az ember. Azonnal vetkőzz le! Ereszel, sikoltotta Bárzsut. Takarodj innen! Skandersejk rávetette magát. Intett a szemével Naszrinak. Az habozott egy pillanatig, aztán, felhevülve a vágytól, Bárzsut rózsaszínű teste láttán, amely a dulakodás közben kivillant a ruha alól, ő is odalépett Bárzsuthoz, vadul megmarkolta a combját, és rátapasztotta a száját. Gyáva vadállatok! sikoltotta bárzsut. Erezzetek! Segítség! már teljesen mesztelen volt. Minden erejét összeszedve igyekezett kitépni magát a két férfi kezei közül. De Nászri már átölelte és lihegve magához szorította. Iszkándár sejk szemellátára diadalittasan magáévá tette a fáradtságtól félájult feleségét. Másnap reggelre Bárzsót eltűnt a házból. Az ablak alatt, a puha homokban egy női test halvány körvonalai látszottak. Valakié, aki, nem túlságosan magasról, levetette magát. A lábnyomokat alig lehetett kivenni, olyan elővigyázatosan menekült az illető. A nap forron sütött, szinte alig jutott lélegzethez az ember. A távolban látni lehetett, amint az égbolt leereszkedik a tengerre inni egyet. Egyetlen levél serezdült. A növényzet mintha megszűnt volna lélegezni. Füstoszlop emelkedett az azurkék ég felé, egy darabig egyenes vonalban, aztán mintha láthatatlan akadályba ütközött volna, szétterült és eloszlott. A Skandarseik háza közelében lévő kis harangöntő műhely kéménye füstölgött. Buna volt a műhely. Egész keleten Bajcsabab az egyetlen helység, ahol harangot öntenek már messziről hallatszott, hogyan fortyog a bronz a kemencében. Miközben Bunaszív dolgozott, a ház asszonyai és gyermekei térdre borulva fohászkodtak Istenhez. Mert ha az öntés nem a megfelelő körülmények között megy végbe, kárba vész a bronz. Skandálsejk komor volt és szótlan. Idegesen kinyitotta az ablakot, és nagyot cippantott a friss reggeli levegőből a kajmakám egyre csak ez dönnyögte a foga közt. Ez így nem élet. Szkandárseik visszafordult. Igazad van, morogta. Sem te, sem én nem láthattuk előre, hogy megszökik. De ami megtörtént, azon már nem lehet változtatni. Tehát, abbahagyta a mondatot. Tehát, kérdezte türelmetlenül Nasri. Tegnap este vállást emlegettél, most már én sem látok más megoldást. Igazad van, nem mehet így tovább. Ugye? Igen, csak hogy tudod, a vállás... Megint elhallgatott. Idegesítő kis szüneteket tartott beszéd közben. Naszriban fölfort tőle a méreg. Skandárnak sok volt a mondani valója, de csak apránként bögte ki, hogy minden egyes szavának meglegyen a kellő hatása. Úgy látszik, ennek az embernek a ravasság volt a szülő anyja. – Beszélj már! – türelmetlenkedett Nasridakrub. – Hadd hallom, mi áll az eszedben! Skandarsejk lassan folytatta. – Mindent összevéve a te kívánságodra történt ez a tegnap esti erőszakoskodás. – Rendben van, az én kívánságomra történt. – Na és? – Na és? Na és? Vagyis ezek után nem válhatsz el? s ez az, ami bosszant. Hogyhogy hogy nem válhatok el? Úgy, ahogy mondom, a püspök legfőjebb azt rendelheti el, hogy költözzetek külön. Ebben az esetben azonban, bögd már ki! Ebben az esetben feltétlenül, Iskandárság többször egymás után összedörzsölte a hüvelyk és a mutató ujját, ami azt jelentette, hogy pénz kell. Nasrida rúg fölpattant, az arca sápadt volt, szeme vérbe borult. – Pénz! Megint pénz? Még mindig nem csikartál ki tőlem eleget, fortélyosan és aljasul? Az Isten verjen meg! Végeredményben nem az én hibám, hogy a lányod nem akar velem élni. Magad is láthattad, milyen gyöngéden és bőkezően bánok vele. A papoknak is kell legyen szemük, nekik is látniuk kell. Éppen ez az, a papoknak nincs szemük. És te? Neked sincs. Én nem kérek tőled semmit. Láthattad, megtettem, amit egyetlen apa se tett még meg a világon. Saját kezemmel fogtam le lányomat, hogy ne tehes nekem szemrehányást. Mégis engem sértegetsz. Nem nekem kell fizetned, hanem a feleségednek. Annál is inkább, mert azután, ami tegnap este történt, csak ugyan a feleséged és talán még gyereket is szülhet neked. Ki tudja? Naszri nem válaszolt. Gyereket? Skandar jól kifondálta. Segített neki, hogy magáévá tegye a lányát, kielégítse mohóvágyát, amely hónapok óta emésztette, s mindez csak azért, hogy még több pénz csikarjon ki belőle. Belökte a szakadékba, amelyet azzal a pár persznyi kis élvezettel álcázott. Te szörnyeteg! Igazi szörnyetek vagy, Skandár! sziszegte. Skandárseik csak mosolygott. Zámítottam rá, hogy dühöngeni fogsz. Mondja, mit akarsz, kiabálj csak nyugodtan, jót fog tenni, lecsillapodsz. Aztán majd fontolóra veszed a dolgot. Szörnyetek vagy, a legajasabb ember vagy, akivel valaha is találkoztam. Pajuk, mennyit akarsz. Na-na, előbb csillapodj le már lecsillapodtam. Teljesen nyugodt vagyok. Nos, ha lecsillapodtál, nyilván tudod, hogy nem az én dolgom behajtani rajtad a pénzt. Tehát az összeget sem nekem kell meghatároznom. Hát kinek? Természetesen a feleségednek. A feleségemnek? Aki egy negyed óráig volt a feleségem? Esküszöm, hogy összejátszol vele, hogy együtt főztétek ki ezt az egész aljas machinációt, hogy minél több pénzt csikarhassatok ki belőlem. Szörnyetegek vattok! Szkándárseik összeráncolta a szemöldökét. Nasri, tudod, hogy túl lépsz egy megengedett határon? Hajd békén a lányom! M miután tudtad, hogy akarata ellenére ment feleségül hozzád, miért vádolod? Nasri nem felelt. Bárzsút, bárzsút a feleséged. Tegyük fel, hogy nem én vagyok az apja, és kész. Tárgyalj közvetlenül vele. Szeretnék továbbra is a barátod maradni. Aha, értem. Szükséged van a barátságomra. Csendült kettejük közé. Súlyos csend, csak a kis olvasó csörgése törte meg, amelyet Nászri szorongatott a kezében. Veled akarok tárgyalni. Hajam? mennyi kell? Feltétlenül ragaszkodsz hozzá, igen, ha azt akarod, hogy barátok maradjunk. Skandálság megvakarta a fejét. Ualla, nem is tudom, mit mondjak. Először is, először is tudod, a lányomnak egyedül kell élnie. Azok után, amit művelt, nem vagyok hajlandó lányomnak elismerni és befogadni a házamba. Aztán. Egy kolbakán felesége volt vagyis olyan életmódhoz szokott, amilyenről itt falun fogalmunk sincs. Még nem sokáig élt veled, mégis. Rendben van, folytasd. Lehet, hogy gyereke lesz. Ez rengeteg kiadást fog jelenteni. Ez is igaz. Mennyi kell? Arra is gondolni kell, hogy esetleg beteg lesz, meg mit tudom én, mi minden baj érheti még. Nekem pedig, tudod, a sáskajárás után semmim sem maradt, hogy segíthessem. Mennyi kell? Legalább ezer aranyfont. Nasri fölpattant. Ezer aranyfont? Megőrültél? Tárgyalja a feleségeddel, Nasri, sokkal okosabb. Mi értelme összevesztem veled olyasmi miatt, ami nem rám tartozik? Nem, nem, látni se akarom. A történtek után sokkal jobban gyűlölöm, mint amennyire szerettem. Szóval elkeseredett vita után végül is 700 arany fontban egyeztek meg. Meg abban, hogy Bárzsut aláír a közjegyző előtt egy nyilatkozatot, amely szerint minden házastársi jogáról lemond, és nem fordul panasszal az egyházi törvényszékhez. Mindaddig vendégem maradsz, jelentette Kiskándár, amíg el nem intézzük a formaságokat. Rendben van, milyen szörnyű éjszakája volt Bázsutnak, Elvették tőle azt, ami a legdrágább volt neki. Apja aljassága még jobban fájt, mint az, hogy férje testileg győzelmet aratott fölötte. Sírt, zokogott, mint a patak, ömlött a könnye. Szégyelte magát, fizikailag is szenvedett. Ugyanakkor úgy érezte, hogy a szenvedés által felmagasztosult, s megszabadult egy súlyos tehertől. Most már nem tartozott senkinek semmivel, nyugodtan megszökhetett. Énye titkos törvényeinek ez a megsértése földulta, de le is leplezte őt önmaga előtt. Mintha a megrázkódtatás hullámai addig ismeretlen rétegeket kavartak volna föl a lelkeméjéről. Mindig olyan volt, mint az engedelmes vas, az üllő és kalapács közt. Tűrte, hogy izzó szikrákra morzsolják. Ampia házában úgy élt, mint egy idegen, mint valami cseléd, aki lakást és kosztot kap a munkájáért. Nem vette körül gyöngétség és szeretet. Munkája fölé görnyedve, akár egy mezei munkás asszony, nem tudott semmiről, ami körülötte történt. Ébredt fel, csekéke erejével, szünet nélkül harcolva valami különös, végzet által megpecsélt sorsa ellen a majdnem korom sötét szobában tapogatózva fölkelt. Két kezével tapogatózva botladozott az éjszakában, mint a részeg. Vaktában kivett a szekrényből néhány ruhadarabot, összehajtogatta, betette egy lepedőbe, s a lepedő négy sarkát összekötötte. Kinyitotta az ablakot. Jó két méter magasan lehetett. Annyi baj legyen, akkor is kiugrik. A talaj puha, de hová menjen? Kinek az ajtaján kopogtasson, amikor már az egész falu alszik? Rögtön Latóf jutott eszébe. Ő megértette, segítette, utat mutatott neki. Hozzá menekül, elmond neki mindent, és tanácsot kért tőle. Keresztet vetett, fölkapaszkodott az ablakpárkányra, kidobta batyuját, és leugrott. Alig hallható, tompa pofanással esett a homokba. Nem történt semmi baja. Fölállt, várt egy pillanatig, hogy megbizonyosodjék róla, nem ébresztette föl valakit, aztán lassan, botladozva, lábát a kövek és tüskék köz felsírtve, elosont Láttuf házáig. Láttuf még ébren volt, lámpájának fénye sárgásan szűrődött ki az éjszakába. Barzsot összeszedte minden bátorságát, halkan kapirgálni kezdett az ajtón. A kannás orvos hozzászokott az éjszakai látogatókhoz, lassan fölállt és ajtót nyitott. – Te jó Isten! – kiáltott föl. – Barzsut! – bengette az asszonyt a házba. – Mi van veled? Miért vagy ilyen sápat? Miért jársz ilyen későn az utcán, ekkora csomaggal a hónod alatt? – Hadd pihenjek meg egy kicsit! – suttogta Barzsut. Láttuf karonfogva leültette, s adott néhány kortyot neki a főzetéből. Jobban érzed magad? Igen. Nos? Bárzsut szaggatott mondatokban előadta, mi történt. Aztán arcát tenyerébe temetve sírni kezdett. Latuf elnézte könnyeit, ahogy csillagó csöppekben keresztül folytak az ujjai közt. A pénz utáni mohóvágytól a mások testi és lelki nyomorúságában való naponkénti vájkálástól megkeményedett szív részvétel telt meg a szegény asszony iránt, akit a balsors áldozatul szemelt ki magának. Durva kezével gyöngéden megsimogatta a haját, kedveskedő, bíztató szavakat suttogott a fülébe. Fölemelte az asszony fejét, bárzsut halovány volt, mint a hervat falevél, szemekarikás. Mit csinálja a kezek után? suttogta. Majd én mindent rendbe hozok, felelte Láttuf. Elintézem, hogy új életet kezdhess. Feküdj le! Gyere ide, lefekhetsz! Maga vetette meg Bárzsutnak az ágyat, s adott neki még egy kortyot a főzetéből. A fejét simogatva, gyöngét szavakkal altatta el, mint egy kisgyereket. Láttuf hajnalban ébredt az állam morzsáival a szemében. Két oldalt hasított, bő hálóingéből kilátszott, gosztustalan, hosszú, fekete szőrrel benőtt, sovány lábszára. Szakállak kócos volt, csontos, lencsés arcával, madár ijesztő orrával, bajsza alatta vastag ajkakkal, bozontos szemöldökével úgy festett, mintha maszk volna rajta. Úgy látszott, hogy ébredés után csak lassan, apránként lobbant fel benne újra az élet. Hosszú sovány nyaka úgy állt ki ingéből, mint egy pálcika. Különösen aznap reggel festett úgy, mintha maszkot hordana, mert rosszul aludt, és arcvonásai sehogy se akartak megelevenedni. Csak állt egy darabig, mint a semmi közese volna a valósághoz, nem akarta elhinni, hogy már fölébredt. Egyszerre csak valami nyöszörgés hallott, mire azonnal magához tért. A nyöszörgés abból a szobába jött, ahol bázsut aludt. Halkan a szoba ajtajához osont, és egy kicsit kinyitotta. Bázsut aludt. Erre becsukta az ajtót, és kiment a konyhába. Kitépett az orrából egy szőrszálat, és eldobta. Egy jó kávé és egy gondosan megsodort cigaretta elengedhetetlen nyitánya volt számára a napnak. Száraz fenyőtükkel lángra lobbantott néhány darab szenet, az égetett agyagból készült tűzhelyen. Föltett egy vízzel telt kiskannát, s mikor a tűz nyaldosni kezdte, kiment és kezet mosott. Milyen nehéz nőnek lenni, gondolta. Szegény barzsot, miféle végzet üldözi, mintha neki kéne megszenvednie a világ minden bűnéért. Kávét és cukrot tett a vízbe. Mereven nézte a kannát, leste mikor for, for fel a kávé, s emelkedik a kanna pereméig. Néhány pillanat múlva már a korhat, repkénnyel és szőlővel befuttatott verandán üldögélt. Elégedetten szürcsölte a kávét, s nézte, hogyan oszlik szét a levegőben a cigaretta táncoló, bársanyos füstje. El kell mennem az apjához. Talán van rám ott, hogy elválhasson, hogy kolostorba vonulhasson, vagy inkább igen. – Igen, inkább örökbe fogadom. Nálam ellakhatik, legalább fölvidítja ezt a szomorú házat. Szegény, szegény kis bárzsút. Hirtelen felcsillant a szeme. Ho – Hoho, hiszen itt van Tanios is. Végeredményben neki kellene rendeznie valahogy a dolgot. Megint nyüzörgés törte meg a csendet. Láttuk fölállt és besietett bárzsút szobájába. Bársot hanyat feküdt az ágyon, és mereven nézte a plafont. – Mi bajod? – kérdezte Lattuf. – Nem tudom. – Fány az egész testem. – Adjuk még egy korty orvosságot? – Bizony, bizony, Lattuf főzete fölér Krisztus vérével. Bársot lenyelte az orvosságot. – Elmegyek apádhoz. – Miért? – Mégiscsak embertelenség, ahogy a lányával bánik. – Nem, nem, nem akarok többé nála lakni. Hát akkor? Elmegyek a nagybátyához. Nagyon szeret. És aztán? Nem tudom. Semmit se tudok. Mit követhettem el, hogy így büntet az Isten? Csukladozva zokogni kezdett. Mégiscsak elmegyek apáthoz, jelentette ki Várj Vár meg, mindjárt visszajövök. Sietve kapkodta magára ruháját, mintha beteghez hívnák s nagy léptekkel elindult a faluba vezető, meredek kaptatón. Lettóf már nem volt fiatal, hatvan körül járhatott, s már erősen őszült. Mégis szaporán szedte a lábát. Bot nélkül egyenesen járt. A nap fáradhatatlanul gyúrta, dagasztotta a földet. A gabona földeken egy lélek sem volt. Csak a szövőszékek kattogása csalt némi mosolyt Bajtsabab arcára. Szegény barzsot, Mondogatta magában Látóf egész úton. Már gibrail háza előtt járt. Ez a szegény Gibráil is. Boldogá akarta tenni maga körül a világot, és vége a saját boldogságának. Hát, ha szüksége van egy kis orvosságra. Bekopogott, semmi válasz. Még egyszer kopogott, hiába. Biztos a műhelyben van, gondolta. Már indult is a műhely felé, elhaladva egymás után ébredező boltok előtt. Gibrail és Giris, Tanios segédletével éppen a nedves agyagedényeket rakta ki a napra. – Virágos, jó reggelt! – köszönt rájuk Latuf. Csak Girisz köszönt vissza. – Enye, enye, Gibrail! Tanios! A köszönés Istennek szól, nem az embereknek. Már vissza sem köszöntök? Mintha egyedül csak titeket sújtott volna a szerencsétlenség. – Elhallgatott egy pillanatra, aztán majdnem suttogva folytatta. Jó hírem van, Tanios. Tanios abba hagyta a munkát, de nem egyenesedett ki, úgy nézett föl Latufra. Miféle híred? kérdezte. Latuf intett, hogy jöjjön közelebb. Tanios melléje lépett, kezét picit eltartva magától, hogy ne piszkítsa be a ruháját. Barzsút nálam van, súgta Latuf. Tanios meghökkent, hogy került hozzád? Az apja meg a férje valóságos vadállatok. De hát mi történt? Az, hogy... Mi történt? Beszélj már! Gyere csak még közelebb, Tanios! Szóval Barzsut nem hagyta, hogy Nasri közeledjen hozzá. Nasri türelmesen várt. Tegnap este azonban, akár hiszed, akár nem, Szkándárseg segített neki, hogy erőszakkal magáévá tegye az asszonyt bárzsút szívem mélyéig megsebezve, meggondorodva, megszökött éjszaka. Tanios megdermett az elképedéstől, de lassanként mérhetetlen öröm töltötte el a lelkét. Bárzsút nem adta oda magát a férjének, érintetlenül akarta megőrizni magát, neki, egyedül csak neki. Igen, őt szerette, csak rá gondolt. Eladták, mint egy zsák lisztet, Semmibe vették az akaratát, örök szenvedésre ítélték, mint egy gombostűre szúrt lepkét a lepkegyűjteményben. S mégis az övé maradt, egészen, testestől, lelkestül. Fürkésző pillantást vetett a kannás orvosra, hogy csak ugyan igazat mond-e. Ne nézz így rám, – mondta Latuf, igazat beszélek. Girisz kíváncsi volt, mit pusmog a két férfi, s oda kiáltott nekik. – Mit tárgyaltok, héj? Hey! aztán látva, hogy Tanios egészen átszellemült, odalépett melléjük. Gibrail tovább rakosgatta az agyagedényeket, tekintetét a földre szegezte, nem érdekelte, mi történik körülötte. – Mi történt? – kérdezte Giris. – Semmi, semmi – felelte Tanios. – Majd később elmondom. Latov kitépet egy szőrszálat a jobb füléből, aztán elővette dohány szelencéjét. Nálatok nem szokás helyjel kínálni az embert? kérdezte. Girész sietve letörölt egy kötömböt a tenyerével. Tessék, ez a mi székünk! Latuf leült, sodort egy cigarettát, s lassan végighúzta nyelvét a papír szélén. Idegesen pöfékelt egy darabig, aztán fölállt, és szó nélkül elment. De hát mi történt? kérdezte Girész. Tanios odalépett Gibrailhoz, és megérintette a vállát. Minden áron boldoggá akartok tenni, mondta a két férfinak. Slám, elérkezett számomra a boldogság. Igazad volt, Gibrail. boldogság bennünk lakozik. Gibrail a fejét rázta. Nem, nem. Tévedtem, dünnyögte. Az ember nem lehet boldog. Hazottam neked, Tanios. Csak bábuk vagyunk. Az ember nem tudhat semmit előre. Akármelyik kanyarban, akármelyik bokornál, a saját házában, vagy akárhol rázódulhat valami szerencsétlenség. Egy kis dörrenés, és felrobban, levegő, repül minden. Az ember is állat, legfőjebb arra jó, hogy dolgozzon. Tanios odalépett a csöbörhöz, hogy kezet mosson. Giris követte. Sose fogja elfelejteni a feleségét, mondta Tanios. Nem bizony, de észrevetted, milyen kurtán furcsán bánik fuáddal? Elmögött nyilván van valami. Nem hiszem. Elmaz halála óta, mindenkivel ilyen. Miért takasztotta föl magát, Elmaz? Én mondom, hogy valami titok van a dologban. Lehet, hogy. Mi? Semmi. A butaság. Szerencsére nem mondtam ki. És te hová készülsz? Nem dolgozol tovább? Fölmegyek egy kicsit a malomba. Tanios sietve megtörölte a kezét, és szélsebesen elrohant. Azóta, a reggel óta, amikor lelőtte a farkast, most érezte magát először frissnek, először mozgott könnyedén, nyomorúságos emberbőrében. Július napjai is leperegtek, mint a szemek az olvasón. Néha erős hőhullám árasztotta el a falut. A vadászok szokásuk szerint kitartóan lődözték, a fügén meghízott madarakat. A naptól elkápráztatott kígyók siklottak keresztül a lábak közt. Bőrüket fősértette a tüske, miközben keresztül gázoltak az erdőkön, cserjéken, olajligeteken, de csak mentek jókedvűen, némán, nyitott szemmel. Tanios is leakasztotta a falon rozsdásodó puskáját, élete megint visszazökkent a rendes kerékvágásába. Meglátogatta Bárzsutot Latufnál. Úgy érezte, mintha nem is Bárzsut állna előtte, Csak árnyéka az egykori lánynak. Bárzsut alig tudta ráemelni tekintetét, Alig tudott kinyögni néhány szót. Mikor meglátta, fulladozva zokogni kezdett. Tanios átölelte, egy hosszú pillanatig Némán magához szorította, Szívében tombolt az öröm. Mind a ketten egyformán megszenvedtek, s most itt állnak, összetörve, egy évforva forva a szenvedésben. Egyetlen pillanat alatt, milyen sóvárogva várták ezt a pillanatot, felidéződött bennük az egész múlt, s utána megnyugodtak. Egyszerre elfelejtettek mindent, mint amikor a víz hirtelen megszűnik forni. Aztán Tánios szemrehányásokat tett a lánynak. A hegylakók kíméletlenek, a saját szempontjukból néznek mindent. Miért mondtad, hogy nem szeretsz? Ha nem csinálsz ilyet, nem szenvedtünk volna annyit, főleg te nem. Bárzsot csöndesen felelt, annélkül, hogy ránézett volna. Féltem apám erőszakosságától. Aztán tanios kivitte a kis teraszra. Gyöngéden megigazította Bárzsot kibomlott haját. Bárzsot végre megint mosolygott, pedig Ajka már régen elszokott a mosolytól amikor egymás szemébe néztek. Átengedte magát Tanios ölelésének. Nem vagyok méltó hozzád, suttogta. Ugyan, Barzsút, mindig méltó leszel hozzám, amíg a szíved együtt ver az enyémmel, és amíg gondolatban nem hagysz el. Milyen jó lesz újra kezdeni az életet, ennyi szenvedés után. Bárzsot megkönnyebbülten, elragadtatva hallgatta, Érezte, hogy lassan-lassan megnyuvás költözik a lelkébe. Már nem gondolta holnappal, hiszen új élet állt előtte, és ugyanakkor komoran, sötéten föllázadt benne a hegylakó asszony. Nem szerette férjét, írtózott az arcától, a lélegzetétől, a szavaitól. Igen, írtózott, csak hogy ezt csupán ő tudta. Ott volt a hegy. S ő csak egyik lánceme volt a hegylakók láncának. Az itt érvényben levő szokásokhoz kellett igazítania szívedobogását, ezek szabályozták minden mozdulatát, minden gondolatát. Egy valószínűleg öntudatlan pillanatában, ebben az öntudatlan állapotban, amelyet a fájdalom idézelő, bizony kimondta a saját szájával, a saját hangján az igent a pap előtt. És ez az egyetlen szócska, amit kimondott, miközben keze Nasri Dakrób kezében volt, s ő teljes fizikai valóságában ott állt a pap, a vastag, nyitott könyvek, a szentelt víz, a fémkereszt és a szentek néma szobrai előtt, akiknek a szeme és a füle nem felejt. Ez az egyetlen szócska elég volt ahhoz, hogy az emberek szemében örökre elkötelezze mit érdekli az embereket, hogy a szó nem a szívéből jött, csak olyan volt, mint lélegzetet, mintha lélegzetet vett volna. Kimondta a szót, tehát kötelezi. A kajmakán felesége, az azurkék égbe nyúló hegy, leánya, köteles tehát fellázadni tanios iránt érzett szerelme ellen. A férfi szerelmének majdnem mindig a test parancsol, és a test követel. Tűzesen, szünet nélkül szigorúan és könyörtelenül. Taniasz már Latufnál engedett vére követelésének. Bázsut gyöngéden bár, de ellökte magától. Szóval nem szeretsz, mondta Tanios. Hogy ne szeretnélek? Csak az a szeretet, ha odaadja magát az ember. És Tanios beletörődött, hogy vár. Minden nap ellátogatott Latufhoz. Az orvos kijelentette, hogy Bázsutnak jobban kell táplálkoznia, erre Tanihoz fogta a puskáját és bejárta a mezőket. A hegylakók szerint a nyers májon kívül a függén hízott madár a legtáplálóbb. Latov örült, hogy Bárzsut az ő védelme alatt áll. Nasridakró persze egy fillért se fizetett, és Szkántár nem merte sürgetni. – És aztán most mi lesz? – kérdezte egyszer Bárzsut. – Előbb-utóbb csak el kell mennem, nem maradhatok itt törökké. Ugyan bárzsot, az embernek szíve is van. Itt vagy, és itt is maradsz, amíg el nem rendezem a dolgokat. Kenyér mindig akad a háznál. Esküszöm a szakállamra, én a kannás orvos, hogy innen ki nem mozdulsz. És moltak a napok. Eltelt augusztus is. Szeptember meghozta a szüretet. A szőlő pirosan kíjesen sütkérezik a napon, a gyönyörű, kristályos fürtökben csak úgy lüktet az életnedve. A tömött fürtök saját nedvüktől megrészegülten csüngenek a tőkéken, a szőlőszemek híja áttetsző. Csoda, hogy magukhoz vonzák a szomjas darazsakat és legyeket. Féreg rágta leveleik közül kikandikálva, már látják is a falánk embert, amint kosáralak harján közelít hozzájuk. Bálcababban a szüret egyszerű gyümölcsszedés. Nincs semmiféle ünnepség, nincs muzsika. Már a magukat kínáló, gömbölyű, kemény szőlőszemek látványa is elég ünnep. Nyoma sincs őrjöngő bakhanáliának. A bordionőszoszi szelleme nem árasztja el a szőlőket. Egyszerűen kosárba gyűjtik a fürtöket, és amikor megtelt a kosár, letakarják szőlőlevéllel. Amikor végeztek, csak annyit mondanak, adjon Isten egészséget az év minden szakában, és indulnak haza a fürtökkel megrakott kosarakkal. A szép szemeket megeszik, pattanva roppantják szét a foguk közt, a többi megy a présbe. Egy részéből bor lesz, a másikból meg arak. Barzsút nyugtalan lett, mert valami rendellenességet észlelt női szerveinek működésében a hegylányai csak annyit tudnak testük titkairól, amennyit ösztönük megsúg nekik. Vagy, mivel ez az ösztön a társas élet során több nemzedék alatt eltompul, az előző nemzedék tapasztalataira hagyatkoznak. Bázsot egy darabig nem szólt. Később azonban, amikor a tünetek súlyos bottak, beszámolt róluk Latufnak. Természetesen, természetesen, felelte Latuf szokott mosolyával. Számítottam rá. Most már csak azt kívánhatjuk neked, hogy fiúval áldjon meg az Isten. Bázsut elpirult. Hogyan? Mit beszélsz? Suttogta. Bizony, bizony, nagy öröm lesz ez a számodra. Bázsut sírva fakadt. Öröm lesz számára. Kétségtelenül. De miközben ott érik testében a kis élőlény, milyen súlyos teherként nehezedik lelkére a tudat, hogy csak szenvedésre szüli, mint egykor anyja, meg nagyanyja a saját gyermekeit. Egy fiú még csak hagyján. De egy lány, mit kapott ő az élettől, ő a lány? El kell követnie a bűnt, amelyet anyja, meg nagyanyja elkövettek. Nem, nem, tiltakozott hevesen. Nem akarok anya lenni. Aztán halkabban így folytatta. Nem lehetne tenni valamit ellene, bölcs. Barzsót, meghibantál! Azt hinni az ember, hogy nem vagy keresztény. Különben is nekünk, orvosoknak nem szabad ilyesmit csinálnunk. Ennyi! Vedd elő a jobbik eszed! Barzsútot azonban ezernyi gond emésztette. Taniasz teste egyre türelmetlenebből követelőzött. Egyre gyakrabban kísér kísérletezett, sürgette Barzsót, hogy engedjen kívánságának néha még erőszakoskodott is. Megkérte, menjen föl vele írzájába, ahol pompás fenyő illat van. Bázsut először nem akar rálni, de aztán engedett Tánios sürgetésének. Csak ugyan gyönyörű volt odafönt, levegő, víz, madárdal. Bárzsút, könyörgött lázasan Tánios, gyere kicsit közelebb, földultad az életemet, és most menekülsz előlem. Karon ragadta, átölelte. Bár Zsut nem bontakozott ki a karjaiból. Látta a szemében a szenvedélyes szerelem lángolását. és egyszerre csak megjelent előtte Nasridakrób. Ugyanígy remegett az ajka, ugyanígy lángolt a szeme, ugyanígy kitágultak az orcimpái. Talán odaadta volna magát Tániosznak, ha nem áll közéjük férje képe. Hát ez a szerelem, ez a visszataszító kifejezés, ez az undorító átalakulás, amely valóságos állatá teszi a férfit. Gyöngéden eltolta magától Tanioszt. Ne, ne, eresz! De Tanios még jobban magához szorította. Gyakorlott keze, bárzsut válláról, lassan lesiklott a kebléig. Erez, Tanios! kérlelte bárzsut. A férfi nem szólt semmit, de látva, hogy Bárzsut milyen határozottan, milyen makacsul ellenáll, végül is elengedte, s milyen a szemébe nézett. Mintha magyarázatot keresne, egy szót, amit a nő ajka képtelen kimondani. Bárzsut alig tudta elviselni ezt a szemrehányó, kérdő tekintetet. Elment. Magára hagyta az elképet, némán tehetetlen amint kezdte elveszíteni a formáját, iszonyúan szenvedett, éjszakákon át nem aludt. A bölcs atyai szeretettel, fáradhatatlanul vírasztott mellette, ápolta. Az asszony kisetette a lábát, elvégezte a háztartási munkát, s készítgette a csecsemő számára a kelengyét. Bár csak ne lány lenne, gondolta, szenvedésre lenne ítélve, szeretet és gyöngétség nélkül kellene felnőnie, mint nekem, és a férfiak vágya üldözni. A legnagyobb bűn, amit asszony elkövethet, ha lányt hoz a világra. Ó, ha lány lesz, megfojtom. Megfojtom a saját kezemmel. Jobban jár, mintha életben marad. Taniosz nem mutatkozott többé. Az október elcsúfította a falut, Működése serkentette a férfiak izmait. Meg kellett munkálni a földeket, gabonát kellett meszezni. Utána kellett nézni az eperfáknak, sejemhernyó petéket rendelni, megetetni a birkákat októberi eperfa Miért marad el ilyen sokáig Tanios? Bárzsot már kezdte bánni, hogy ellenállt, de nyomban megszólalt benne azoknak a hangja, akikkel együtt élt a hegyen, megszólalt a vallás parancsszava. valóságos rabszolgája volt környezetének. Miféle törvény kötelezi rá, hogy ilyen nehéz terhet cipeljen? Amikor egyedül volt Latov házában, majdnem, hogy hangosan tett fel magának mindenféle zavarba ejtő kérdést, és egyikre se talált megnyugtató választ. Egész élete viharosan sötét volt. Elgondolkozhatott az olyan körülményeken, Amelyek a csapások egész sorozatát zódították, zódították rá? Vajon attól függ az ember boldogsága, hogy férfinak vagy nőnek születik? Vagy vannak rajtunk kívülálló, de velünk mégis szorosan összefüggő tényezők is, amelyek sorsunk ilyen vagy olyan alakulását meghatározzák. Szülők és barátok nélkül, mert apja nagybátyja is elutasította, vajon elég vigosze számára látó gyöngétsége, most, hogy elhagyta Tanios is, akit megbánthatott férfiúi büszkeségében. És ugyan, hová lett a sok esküvés, fogadalom, a fájdalom és szeretet sok megnyilatkozása? Én állunk hát, a kielégítetlen teste hát lehűti a szívet. Fakó tekintetek körül járt Latov barátságtalan házában, s végül is, legalább századszor már, az egyik sarokban álló, purlepte koponyán pihent meg amelyről a kannás orvos, hogy tekintélyét növelje, azt állította, hogy hippokratész koponyája. Rengeteg apróság lógott a falakon, tigris bőr, bőrzsineggel körültekelt, üres truc tojás, egy rozsdás szabja. Az öreg falak repedéseit néhol bizarr témájú, régi festmények takarták. Mindez nem jelentett semmit Bárzsut számára. Csak magának élt, megszakítva minden kapcsolatot, a késóvár, versengő, gyűlölködő emberek tömegével. A távolból behallatszott a földművesek vidám Tarri Hó Hója. Akarata ellenére részesévé vált a minden érzékszerv igénybe vételét megkívánó nehéz munkának, az élettel küzdő falu lázas tevékenykedésének. Látta az ablakból, amint az ökrök patái alól kifordul egy, -egy darab föld, kígyó maradványokkal kevert rög. Hallotta a, szövőszékek kattogását, szájában érezte az ősz különleges ízét. így ott szőkefüst a magasba, s lassan elenyészett. Néha kiment a száraz falevelekkel borított kis teraszra, az avar zizegett a talpa alatt. Beburkolózott egy kendőbe. Mélyen alatta, hívogaton mosolygott rá a lépcsőszerű sziklákkal teli szakadék. Igen, hívogatta ez a szakadék. Szabadulást ígért. De nem, soha sem merné megtenni. Vannak, akik akármennyit szenvednek is, félnek szembenézni a halállal. Az ilyen emberek képesek leginkább felkutatni a reményt lelkük minden rejtett zugában, s facsarják ki az utolsó cseppeket is a citromból mégis sokszor csábította a gondolat. Föl alá járkált a verandán, innen is, onnan is fölmérte, milyen mély lehet a szakadék. Aztán az utolsó pillanatban észre tért, s rémülten visszahátrált, mintha attól félt volna, hogy a szakadék bekapja. Élni. Igen, élni. Akármilyen tövises is az élet, akármilyen homályosnak látja is a jövőt. Ugyan? Miért lett váratlanul értelme számára az életnek? Keresztényi alázattal engedelmeskedett, akár a birka, a kérlelhetetlen újnak, amely kijelölte számára az utat. Mindig azt hallotta prédikálni, hogy aki hisz, imádkozik és átéli Krisztus szenvedéseit, megbékél, megnyugszik. Elmondta az összes imákat, elnyújtotta a száját, elkoptatta a térdét, Csöppenként facsarta ki a vért a szívéből, Föláldozta szerelmét, boldogságát, Érzéketlen fadarabként tűrte, Hogy megkötözzék, Elhallgattatta testi vágyait. És hol a megnyugvás? Szüntelenül csak dúltak a lelkében a viharok, Egymást kergették a széldökések. Hazugság volt minden, A biblia, az egyház, a tradíciók, Mézzel álcázott örömmel etették. Hát, ha mindezt megtagadná, Hát, ha úgy élne, ahogy a vére kívánja, a testéből csinálna Istent magának. Ha önkezével törné le lelkéről a bilincseket, s élne boldogan, mint annyi sok asszony, kiakadályozhatná meg. Nem törné többé, hogy bárki beleavatkozzon az életébe, gyorsan kellene cselekednie, hiszen napjaink meg vannak számlálva. Aztán hirtelen megbánta gondolatát, tenyerébe temette arcát, és zokogott, zokogott. Nem sokára november. Az emberek egyhangú mozdulatokkal, teli marokkal szórták a búzát, meg a zabot a barna barázdákba. A föld szerelmes volt. Mohó párzási vágya mindenért kárpótolta az embereket. Megremegett lépteik alatt, és boldogan fogadta magába a magvakat. Barzsó csöndben érlelte méhe gyümölcsét. Most már az ablakot sem nyitotta ki. Latov csak kevés időt töltött vele esténként. Nappal sok beteget kellett végiglátogatnia, Még a szomszédos tanyákra is elhívták. Egy este megkérdezte. No, még mindig nem jött el Tanios? Nem, felelte remegő hangon Bársut. Na hát, ezt a... kitekerem a nyakát. Nem, nem, kiáltott fel Bársut. Látni se akarom. Latúf elhallgatott. Minden nap hozott Bárzsutnak valamit. Hanna asztalosnál rendelt egy bölcsőt. Bárzsut nem is tudta, hogyan köszönje meg jóságát. Valahányszor elbeszélgetett vele, vagy eszébe jutott, könnyes lett a szeme. Fáradhatatlanul varrogatott. Néha kötögetett is sárga, lila, kezes lábasokat, rékliket, cipőcskéket. Mindent gondosan berakott a szekrénybe a szobájában. Már csak néhány kis sapkát, meg egy fehér kabátkát kellett készítenie a keresztelőre, s együtt is volt a baba kelengye. Bár csak ne lány lenne, jutott folyton az eszébe. Egy szép napon láttuf így szólt hozzá. Most már járkálnod kell, sokat járkálnod, mert baj lesz, ha nem mozogsz eleget. Nem, nem akarok kimenni, nem akarom, hogy lássanak. Kora hajnalban nyugodtan kimehetsz. Senki sem fogja látni. Meg kell tenned, Bárzsut, az én kedvemért. Nagyon kérlek. Bárzsut végül is engedett. Csak ugyan senkivel se találkozott hajnali sétáim. A Szántóföldekre nem arra felé vezetett az út. Bárzsut megkönnyebbült. Érezte, hogy lassú séta a könnyű szellő hatására, szinte újjászületik, Legalább ez a kis öröme megvolt. Egyik reggel a szokottnál kisi messzebb akart menni, csak néhány lépéssel a változatosság kedvéért. De amikor az egyik kis ösvényen bekanyarodott, meglátta a mszíhelyt. A rokája előtt ült, és éppen akkor töltötte meg a csévelőt. Bázsot vissza akart fordulni, de mszíje egy ugrással előtte termett, Hé, Bárzsút, mit keresel erre? Ráka csintott Aztán, mikor meglátta Bárzsút gömbölyű hasát, vihogni kezdett. "Hihihi, mi történt? Megcsípte a darázsa köldököd? Még közelebb hajolt Bárzsúthoz, és a fülébe súgta: tenni az gyereke, ugye? Bárzsút elpirult, de szihie meg se hagyta mokkanni, nem tiltakozhatott. Hallottad, mi újság? Persze, nagyon el vagy temetkezve Latúf házában. Tegnap reggel négy csillogó sapkás, lábszárvédős, puskás csendőr jött ki az apád házából. Apám házából? kiáltott fel Bárzsut. Bizony, bizony, és Skándarseik is velük volt. Bilincset raktak a kezére. Miért? Hová vitték? Ó, te alázatos, még tetteted is magad? Mint ha nem tudnád, hogy apád embert ölt, és hogy vannak még bírák, akik megölik azt, aki ölt. Bázsot úgy érezte magát, mintha fejbe verték volna. Miért is kellett idáig jönnie? Miért kellett mászkálnia? Miért hallgatott Lattufra? Letartóztatták az apját? Kétségtelen, hogy egy könnyet sem érdemel, de hát mégiscsak az apja, s a vérszavát nem lehet elhallgattatni. Egy gyilkos lánya, egy akasztott ember lánya. Újjal fognak mutogatni rá, szembeköpik, és ráadásul még ez a Taniosszal kapcsolatos plegyka is. Mindent elkövetett, mindent feláldozott, hogy a világ szemében szeplőtelen maradjon. És lám, mégis házasságtöréssel vádolják, azzal, hogy a gyerek Tanioszi. Micsoda szégyen! Ó, mit követett el, hogy ennyit kell szenvednie? hazatámolygott. Szinte nem is látta az utat maga előtt. Leroskadt a déványra, és sírt. Mi más tehetett? Hirtelen megérkezett a tél. Kemény, zord napokat, sújtó villámokat, metsző hideget húzott elő iszákjából. Nagy hó azonban nem hullott az idén. Vékony hólepel borította csak a földet, éppen csak, hogy legyen valami dolga a napnak. És milyen dermesztő hideg volt, bárzsút szívében is. Latov egyszer elhozta A férfit bárzsút beesett szeme, teve púpjára emlékeztető, gömbölyű hasaláttán undor fogta el. Ez bárzsút, gondolta. Ezt a nőt szerettem, ez törte derékbe az életem. Így elcsúfítja a nőt az anyaság. Bárzsot kitalálta Tánios gondolatát, hiszen ismerte már a férfi szívét, szerelmét, önzését. Megint kiment a verandára, megint szemügyre vette a szakadékot. De mintha még a halál is eltaszította volna magától. Már csak arra várt, hogy megszabaduljon a testében növekvő élettől. Látóf azt mondta, hogy márciusban fog szülni. Január volt. A kannás orvos néhány napóta csak ritkán távozott el hazóról. Reuma gyötörte. Szívbelhártya gyulladástól tartott. Letelepedett a tűz mellé, bázsúttal szemközt újságot olvasott. Csevegett, elcigarettázott. Ha beteghez hívták, azt mondta, mi az, vakok vagytok? Nekem is orvos kellene? Ha tudtok egyet valahol, küldjétek el hozzám. Bárzsót türelmetlenül számolta a perceket. Ha eszébe jutott Istániosz, csak sajnálkozást érzett, hogy rápazarolta szíve szerelmét. Őt minden bajáért. Ha nem gondolt volna rá élete minden pillanatában, boldog lett volna a kajmakám oldalán. Többször is megfordult agyában a gondolat, hogy visszamegy férjéhez, bocsánatot kért tőle, és odaadó felesége lesz. De női büszkesége, s megsebzett teste nem engedte. – Bölcs, tudsz valamit apámról? – kérdezte néha Latovtól. – Semmit se tudok. Latov hazudott. Tudta, Nasri Krub mindent elkövetett, hogy skandársejket tartóztassák le. Tudta, hogy a törvényszék nagyon szigorú volt Bárzsut apjával szemben, s hogy valószínűleg életfogytiglani kényszer munkára ítélik. Ítelt el a tél. Bárzsút vezette a háztartást, és gondját viselte Lattofnak. Lattof örült, mert látta, hogy az asszony lassan elfelejti a történteket, s mert volt, aki ápolja és törődjön vele öregségére. Ugyanakkor a szíve mélyén nagyon szomorú volt. A falu valamennyi asszonya, férfia bárzsútról plegykált. – Micsoda mocskos család! – mondogatták. – Az apa gyilkos! – a lánya meg. fölcsinált fölcsinálta bázsutot. És Latuf a kerítőjük. Egyszer, miközben szótlanul öldögéltek egymással szemközt, odakint felhangzott egy beduin jósnő kiáltozása. Olyan volt a hangja, mint a békabrekegés. Basszára, bárrage! Van egy ötletem, kiáltott fel Latuf. Behívjuk ezt a jósnőt. Legalább nevetünk egy kicsit. Bárzsot bólintott. Nevetni? Mintha az fény jelent volna meg élete egén. Hé, hey, hé, hey, basszára! Gyere csak ide! A beduin asszony visszatért, csupa tetoválás volt az arca. Parancsolj, lelkecském! Mondj valamit ennek az asszonynak a jövőjéről! Jasszalám, Még a bot is meghajlik előtte! Belemarkolt a zsákjába, és elővet egy csomó kagylót, aztán belépett, és leült a kőpadlóra. – Mutasd a tenyered! – mondta Bárzsutnak. Bárzsut eléje tartotta a tenyerét. – Utad olyan, mint a pásztoroké, csupa csillag! Úgy árad belőle az élet, mint a folyó, amelyik soha se tér vissza forrásához. A múltat mindenki ismeri, ha megtudjuk a jövőt, azt is ismerni fogjuk. Mond utánam, legyen meg Isten akarata! Legyen meg Isten akarata! Suttogta Bázsut. A beduin asszony szétszórta a kagylóit, a kőkockákon, és föléjük hajolt, hogy kiolvassa belőlük Bázsut jövőjét. Ha félrehajtod a bozott bokrait, sok mindent láthatsz, de vigyázz a tüskékre. Sokat szenvedtél, és még sokat fogsz szenvedni. De még többet, ha megpróbálsz véget vetni szenvedéseidnek. Ha életed nem tiszta, ne próbáld gyúrni! A jósnő fölállt. Latuf tíz piasztert csúsztatott a markába. Ördög vigyen el! Pénzt kérsz, hogy megríkas bennünket! Napsugaras vidámsággal, az orkék éggel, fölvirágozva, gondtalanul köszöntött be Március. A szülés normálisan folyt le. Lány lett. Akármit mondott is előzőleg Bárzsut, megszerette a kicsit. Törődik is az anyai szív a gyerek nemével. Egy amerikai hölgy érkezett a faluba a lányával. Libanonban néhány esztendeje letelepedett, híres ovacs család tagjai voltak. Úgy hallották, hogy Bajtszabab egyik forrásának kitűnő vizelethajtó hatása van. Mrs. Ovacsnek vesekő bántalmai voltak, és sorra kipróbált minden gyógyszert, ami a keze ügyébe került, vagy amit az újságban hirdettek. Végül már attól tartott, hogy átalakul kísérleti nyullá. A falu közepén béreltek ki egy házat. Klara Ovec nyugtalanítóan szép volt. Alig 22 éves, arca ritka szép formájú, bőre áttetsző, mint az ostya, égkék szeme, izgatóan álmatag. Rengeteg udvarlója volt. Haja gyönyörű, teste akár egy filmcsillagé. Kisportolt és kicsit érzéki, Noha még hővös volt, fehér sortban járt, sétapálcával. Az egész falu elképedve bámulta. Még nem felejtették el az üstököst, a sáskajárást, meg a többi istencsapását. Hogy valaki ilyen szemérmetlenül mutogassa combjait az éhes falánk férfi szemek előtt. Hogy így riszálja formás farát, mint mintha valami bábú lenne, s nem húsvérnő személy. Volt miről tárgyalni a csípős asszonyi nyelveknek. Egyik nap Klara a mezőn kószált. Nyálkás hasú csigák kóztak a földön. Figyelni kezdte őket, megcsodálta rugalmas mozdulataikat, amint előbújtak a kövek közül, meg a földből, hátukon a virághoz hasonló színes csigaházzal. Csápjaikat óvatosan nyújtogatták, mintha tapogatóznának. Hosszú nyálcsíkot hagytak maguk után. Bajcababban ezt szokták énekelni nekik a gyerekek. Jamrajne, jamrune, dukt ki a szarvad, itt van a szultán, csigát akar enni. Mikor észrevették Lerát, összekunkorodtak, ragadós testük eltűnt a csigahéban. Akár a hattyúk, a csigák is csak egyszer dalolnak, amikor megfőzik őket. Éles, sipító, siránkozó hangjuk van. Bajcabá lakói ritkán esznek csigát. Igen, találóan nyálasnak nevezik mert ezüstösen csillogó nyálcsikot hagy maga után. A házatlan csigáktól, a mesztelen nyálasoktól fölfordul az ember gyomra. Ezek önmagukat ítélik halára, amikor nyomot hagynak maguk után, mert ha járványos szamárköhögés van a faluban, a nyomokat követve megtalálják őket a falakon meg az árkokban. Állítólag csillapítják a kis gyerekek köhögését, de legalább büszkék lehetnek, hogy ők jelentik a konkurenciát a bölcs latuf főzetének. Egy másik alkalommal Klára jó magasra fölmerészkedett a hegyre, egészen a malomig. A keréken daloló víz csalogatta föl. Leugrott egy magas földkupacról, és megkerült egy kőrakást. Ó, de csodálatos! Jó darabig mozdulatlanul bámolta a kristálytiszta vizet, ahogy szétporlad a levegőben a rozsdás csatornát. A korhat hasadozott fát. Aztán följebb kapaszkodott. A malom ajtaja nyitva volt. Klara fütyörészve belépett. Tanios egyedül üldögélt odabent. egyik lábát kinyújtotta, a másikat felhúzta, s a térde alatt összekulcsolta a kezét. Amikor meglátta klárát, elképett. Hálmodik! Egy ilyen gyönyörű nő az ő malmában! Nem, nem, biztosan angyal! Lehet földi lény egy ilyen könnyű, karcsú, légies teremtés, akinek a lába alig érinti a padlót? Talpra ugrott. Klara mosolyogva nézte. Miért néz így rá, ilyen fürkésző pillantással? Klara hanyagolt csípőre tette a kezét. Csodálatos mozdulat volt. Úgy látszik, megsejtette, milyen vihar Meg akarta mutatni neki, hogy ő is földi lény épp olyan húsvér teremtmény, mint Tanios. Még közelebb lépett hozzá, s néhány szót suttogott rózsás ajkaival. – Klára Ovács vagyok, – mondta tagoltan. – Valódi emberi hang ez. Klára meg is érintette Tanioszt, illata megcsapta Tanioszt orrát. A férfi mohon legeltette rajta a szemét. Klára is észrevette, milyen szép férfi Tanios. Szép fekete a szeme, Szép a bajusza a szája, az a fajta férfi szépség, amely lángra lobbantja a női szíveket, felforralja a vérüket. Most már Klara kérdezte magától, hogy vajon igazi, húsvér férfival áll -e szemben. A varázslatot a hirtelen támad szél törte meg, becsapta a malomajtaját. Tanios, mintha álomból ébredt volna, megdörzsölte a szemét, Klara mosolygott. Leült egy kőre a zúgó malomkő mellé. Tanios látta, milyen rugalmasak az izmok a combján. Klara rágógumit húzott elő a zsebéből, és rágni kezdte. csak híjesen, alig észrevehetően mozgott. Ó, de gyönyörű, kiáltotta. Óvatosan megérintette a malomkövet, megcirogatta ujjaival a lisztet, amely vízeséshez hasonlóan permetezett a kávaszélére. Tanios elbűvölten nézte a tökéletes vonaló testet, a kemény kis kebleket, a blúz alatt tisztán kirajzolódó melbimbókat, az átetsző bőrt. Az erek kék vonalai lassan lüktettek, finom reliéfet alkotva, mint a higany. Az aranyszínű kontj alatt úgy villant ki a tarkó a blúzból, mint egy tömb. Taniosnak eszébe jutott hajdani élete, amikor a malom a szerelem háza volt, és rögtön megszólalt benne a vérparancsoló, nyugtalanító, nyugtalanító szava. Klára bársanyos tenyerével tovább simogatta a lisztet. Belemarkolt, meleg ujjai közé szorította. Néhány erélyes mozdulattal hátravetette fejét, hogy helyre rázzon egy homlokába hulló hajfürtött. Közben cuppogva tovább rágta a gumit. Hirtelen halksikolt hallatott mire Tamiosz teljesen felocsúdott. Oda szaladt A leány milyen beledugta a kezét a lisztbe. Tanios föléje hajolt, leguggolt mellé, szinte súrolta. Nem értette, miért csikoltott. S közben tekintete ide-oda járt Klara arca és keze közt. A leány felkacagott. Tanios megigézve nézte hullámzó keblét, a kacagás közben kivillanó, tökéletes, gyöncsorhoz hasonló fogait már egészen közel volt a combjához, kedvére szívhatta magába a leány testéből áradó, különleges illatot. Ő is nevetni kezdett. Clara lisztet szúrt az arcába, s miközben Tanios az arcát törölgette, ráhajolt és a szájára tapasztotta ajkát. Tanios a érezte magát. Átölelte Clara derekát, és egy hosszú pillanatig így tartotta magához szorítva. Az idő szinte megszűnt számukra. You are sweet. You are strong. Love me. Lábjegyzet. Édes vagy, erős vagy, szeres. Lábjegyzet vége. Tanios nem értette a szavait, de a vére értett a lány szemének csillogásából, könyörgő hangjából. A szerelem minden nyelven ért. Legalább annyi nőt fektetett le már itt, ahány szál haja volt. Keze egy pillanat alatt kihámozta Klarát ruháiból. Egy pillanatig megdöbbenve csodálta a testét, amely most már nagyon is valódinak, nagyon is érzékinek látszott. Lassan végighúzta ujjait a leány keblén, hasán, combjain. Klara kívánkozó, csábító mosolyjal nézte. Ezt a nőt nem tehette olyan módon magáévá, mint a többit. Előbb meg kellett bizonyosodnia felőle, hogy valóban ott van, hogy csak ugyan valóság, hogy eleven asszony tapint, és nem valami képzelet szülte szoborkörvonalait. Úgy nézte végig, mintha nem lett volna elég számára, hogy a ruhát levette róla, mintha a bőrét is le akarta volna hántani, a lelkéig akart volna hatolni. Klárát türelmetlenkedett. Hát ezekben a hegyekben így szokás szeretni. Egy, feje búbjától a lábúja hegyéig mesztelen, forró, kihívó nőt, órákig kell nézni és tapogatni hogy reagálni tudjanak rá, hogy felforjon a vérük. Itt nem úgy megy hát, mint Amerikában, erőszakosan, gyorsan, gondolkozás nélkül, minden érzelem nélkül. Fölült, kiköpte a rágógumit, és érthetetlen szavakat dünnyögött a foga közt. Aztán fölállt, összetette, és leporolta ruhadarabjait. Tanios csak akkor döbbent rá, hogy valóságos nővel van dolga, amikor már éppen el akart menni Rávetette magát, újból ledöntötte a diványra, és minden idegszálával magáévá tette. Tanios megint levágott, és félre dobott egy darabot az életéből. Klara? Milyen édes? Micsoda test? Milyen gyönyörű még nézni is! A formátlanná vált, nehézkesen mozgó, fénytelen tekintető bárzsut emléke végleg elmosódott benne. Mit számított most már a sok szenvedés, amit ki kellett állnia, mit a sok esküvés, mikor újra itt a boldogság? Itt van, ahogy Gibraltar szokta mondogatni. Clara szinte kiselépett többé a malomból, s az egész falu meg volt botránkozva, de plegykálhattak amennyit bírtak. Tanios csak vére követelő szavára hallgatott. És Clara bejelentette az anyjának, hogy szerelmes Taniosba és életét az övéhez akarja kötni. Mrs. Ovech ellenezte a házasságot, mire Clara fölkacagott. Elfelejted, Mrs. Ovech, hogy amerikai lány vagyok? Vére fölkeltette benne a kalandvágyat. Fölszólította Taniost, hogy szökjön meg vele. Tanios eleinte habozott. Elhagyja malmát, a hegygerincet, amelyet neki teremtett az Isten, a szerelmeitől még mindig meleg fészket. De hát, Klara, nem, csak ugyan okosabb elmenni. Más egeket megismerni, más levegőt szívni, más életet élni. És egy reggel Klara kis bőrönddel állított be a malomba. Férfi ruhadarabokat szedett ki belőle. Nadrágot, zakót, inget, nyakkendőt. Nem feledkezett meg a fekete, szarú keretes szemüvegről és a rágógumiról sem. Európai mázzal akarta bevonni Tánioszt saját ízlése szerint felöltöztetni. Tamioz boldogan bújt bele az új ruhába, föltette a szemüveget, és erős fogaival nekiesett a rágóguminak is. Aztán megnézte magát a tükörben. Mikor meglátta, milyen tökéletesen átalakult, szívébe szúrt valami. Mégis boldog volt, hogy új világba lép, megszabadul a régi életétől, s egészen új, más életet teremt magának nyakkendő, recsegő talpú, cipő, tökéletes élő nadrág, minden olyan, amilyet a néha a faluba tévedő európaiak meg amerikaiak viselnek. Mégiscsak nagy dolog. Még aznap elindultak a szedán buikon, amelyet Clara vezetett. A kavicsok olyan zajjal pattantak jobbra-balra a kocsi kerekei alól, ahogy a gesztenye pattog a tűzön. A faluban új élet kezdődött. Valamennyi eperfa, amely a földből magába szívott éltető nedvek hatására zsenge leveleket hajtott, azokat a parányi lényeket táplálta, amelyeknek ápolása, gondozása, bájtszabab fő foglalkozása lett. Mindenki sejemhernyót tenyésztésre rendezte be háza egy részét. A hernyót, amelytől általában undorodnak az emberek, most gyöngét pillantással dédelgetik megfogják, szaga összevegyül az ételek szagával, s maga a féreg életük részévé válik. Önnön testéből kiszakadt gyermekét sem dédelgetheti így az ember. A gyékény kosarakat gondosan kibélelték trágyával kevert fazekas agyaggal, hogy a kis állatkák kényelemben legyenek. A szobák közepére állított kájhák, hosszú csövüket a mennyezetbe furt lyukon vezették ki, biztosították a meleget, a sejemmel telt, és sejmet adó mesztelen hernyóknak. Minden reggel, napkelte előtt ki kell menni, és le kell tépni az eperfákról a legzsengébb leveleket, és jól le kell törölni róluk a harmatot. A házban maradt családtagok kis csomagba kötik, és apróra vagdalják a leveleket. És a hernyók lassan megduzzadnak, de vigyázni kell a szemcsekorra, meg a kígyókra, mert gyakran előfordul, hogy a kígyók az évnek ebben a szakában jelennek meg először, kissé még dermedtek ugyan, de annál jobban ki vannak éhezve. Keresztül bújnak az etetőrácson, hallatlan mohósággal fölfalják a hernyókat, aztán összetekeredve meglapulnak. Ha valaki vigyázatlanul bedugja a kezét a kosárba, már is szétárad a testében a láthatatlan méreg. Örködik is minden kosár körül egy nagy macska. Abu Assadnál nem egy nagy macska vigyáz a sejemhernyókra, nem is kettő, hanem egy jól betanított fekete kígyó, amelynek kihúzták a fogait. Bajtszabában minden csoda lehetséges, mert Isten szeme rajta van a falun. A kannás orvos sokáig habozott, elmesélje Bárzsútnak, hogy Taniusz elutazott. Egy szép napon, amikor Bárzsútnak nyugodt és derűs volt az arca, megkockáztatott egy kérdést mi történt, hogy oly rég nem érdeklődtél Tanihoz felől? Bársút nem felelt. Latuf azonban észrevette, hogy elváltozott az arca, s a tekintetéből kiolvasta a feleletet. Ennye, ennye, Bársút! Szép kis dolog, hogy nem akarod elmesélni többé bánatodat az öreg Latufnak. Csak ne, csak ezt nem mondta volna. Látóf többet jelentett bársútnak mint a kenyér és a só. A világét se szerette volna, hogy Latov csak egy pillanatig is kételkedjék iránta érzett, határtalan bizalmában. Ne beszélj így, bölcs! El se tudod képzelni, mennyire fáj, ha így beszélsz. Csak elhallgatott. Rajta, Bárzsút, beszélj! És Latov közelebb lépett Bárzsúthoz. A vállára tette a kezét, és úgy nézett rá, ahogy még soha, Mit jelenthet ez a hízelkedő, kenetteljes pillantás? Barzsot lázasan kutatni kezdett az agyában. Megpróbálta emlékezetébe idézni, milyen tekintettel mérték tapogatták végig eddig a férfiak. Közben erősen figyelt, figyelte Latuffot. Ez a csillogó tekintet. Szinte összesűrősödik benne az egész férfi. És hirtelen világosság gyúlt az agyában így nézett rá Nasri, így nézett rá Taniosz, és Bázsut önkéntelenül elhúzódott. – Mi bajod? – suttogta Latuf. – Nem, nem, nem tévedhetett. Ismerte már ezt a szemet, a hím éhes szemét, a hirtelen remegni kezdő ajkakat, az eltörcült arcvonásokat. – Csodálkozom, Bársút. Mit vétettem ellened, hogy elhúzódsz tőlem? – Semmit, semmit, suttogta bárcsút. Hibáztatható volt a -e láttóf ezért a hirtelen változásért, ami végbe ment benne? Szenvedélyesen szerette a pénzt, s éppen ez a szenvedély kárhoztatta arra, hogy egyedül visszavonultan éljen. Soha se szólalt meg benne a legbensőbb ényének hangja. Teljesen ismeretlen volt számára az a bizsergés, amely elfogja a férfit legmélyebb álmában, munka közben, vagy bármikor, és megzavarja. Nyugodt volt, ösztönei aludtak, s hirtelen, mint a gombostű a bőrbe, benyomult az életébe ennek az asszonynak az élete. Egy fedél alatt élt vele, állandóan látta, állandóan ott érezte testének lüktetését közvetlen közelében, s a vége az lett, hogy lassan, mint a virág a napfényben, Fölélettek öreg testének hangjai, úgy szóltak benne, mint valami hangszer húrjai. Túlságosan új, túlságosan édes hangok voltak, sem hogy megpróbálta volna elhallgattatni őket. Ezek a hangok nem hagyták aludni éjszakánként kemény fekhelyén. Sustorogtak csontjaiban. Eddig azonban nem merte hadni, hogy kiüljön arcára a belső tűz legcsekélyebb nyoma is. Jól tudta, hogy Bárzsut Tanios miatt emészti magát, hogy a legkisebb célzásra visszataszítaná. Tanios elutazása újongó örömmel töltötte el. Azt hitte, betöltheti az űrt, amelyet Tanios hagyott maga után. A belső hangok is szüntelenül szóltak, emésztették. A véletlen kezelők teklárát Tániosz útjába, és a gondviselés távolította el őket és Láttóf elhatározta, hogy elárulja érzéseit egy pillantással, egy szóval, egy simogatással. Bázsut még jobban elhozódott tőle. Megint egy férfi vágy, amely teste köré fonódik. A sok gondoskodás, gyöngétség, önzetlenség tehát arra való volt, hogy ezt a szörnyűséget leplezze. Ki hitte volna? De hát mi bajod? kérdezte ismét láttuf. Mit látsz bennem, hogy így menekülsz tőlem? Csak el akartam mondani. Mit akartál elmondani? kérdezte Bársó remegő hangon. A kannás orvos szótlanul figyelte egy darabig. Látta, hogy reszket, elsápad, s egyre jobban elhúzódik tőle. Nem tudta, mit mondjon. Végül hosszú hallgatás után azt mormogta. Azt akartam elmondani, hogy Tanios megszökött azzal az amerikai lányjal, akiről néhány nappal ezelőtt beszéltem neked. Ennyi az egész. Csak nem tudtam, hogy mondjam el. És látta, hogy bázsult szeme könyvbe lábad. Zokogás folytogatja a torkát. Nagy nehezen tudott csak megszólalni. Tanios már nem érdekel. Csak ez a kislány. Ővé az egész szívem. És én? Kérdezte Láttuf meghatottan, de elszántan is, hogy mindent elmond. Én rám miért nem gondolsz? Sose fogom elfelejteni, mennyi jót tettél velem, láttuf. Én csak Isten a megmondhatója, milyen türelmetlenül várom, hogy visszafizessem tartozásomat. Ugyan bárzsót, csak a kötelességemet teljesítettem, de. bázsi tudta, mit akar mondani ismerte már azokat a szavakat egytől egyik. Ott voltak már Lattuf ajkán, hogy kitörjenek, mint a vihar. Szerette volna bedugni a fülét, hogy ne hallja őket. Szeretett volna megszabadulni mind az öt érzékétől, hogy teljesen elszigetelhesse magát ettől a kisvilágtól, amely hirtelen megváltozott, s ahol azt hitte, végre nyugalomra lel mint a búzaszemek szemek peregtek lattuf ajkáról a forró szavak, s hatatlanul a fülébe hatoltak. A férfi úgy beszélt, mintha álmában beszélne. Összefüggéstelenül adta elő elképzeléseit, amelyeket a gyötrelmes éjszakákon megfogalmazott. Gyöngét szavakat mondott. Semmit nem kérek tőled, bárzsút, semmit. Örökbe fogadom a lányodat. Boldog leszel, boldogan fogsz élni vele Lattóf házában. Mindened meg lesz. Szívemet, amely sohasem szeretett, és sohasem vert úgy, mint most, a lábad elé teszem. Igaz, hogy fonnyat már, de őszinte. Oltalmazód leszek. Te leszel számomra az egész hegy. El fogod felejteni, amit szíved és tested elszenvedett. Éjszakákon át érleltem magamban ezt az érzést. Ha aljasnak érzed, ha méltatlan hozzád, utasítsd el. De ha úgy gondolod, hogy el tudod fogadni, gondold meg, gondold meg. Bölcs láttuf, suttogta bársut. Úgy szeretlek, mintha apám volnál. Gondold meg alaposan, ismételte látóf. Azzal kiment. Mostanában vastag bottal járt, mert a reuma nagyon megviselte az izületeit. Bázsut az ablakonát figyelte, hogy kapaszkodik föl görnyetten a kavicsos emelkedőn. Már csak reszkető pontként tükröződött a szemében. De csak ott, bejebb nem hatolt. Bárzsut gondolatban másút járt, egy tovatűnő tűnő képnyomában. Tanios elment egy amerikai lányjal. Milyen váratlan vége lett az álomnak, amelyet vérével, legtisztább perceivel táplált. Most, hogy minden a messzi múlt élet, most látta csak igazán, milyen szörnyű élete volt. Most értette meg tisztán, hogy az élete tönkre van téve, mégpedig örökre. Leroskadt egy székre. Két tenyere közé szorított a fejét, amelyben ott zúgott az a haszontalan valami, amit gondolatnak neveznek. De úgy érezte, hogyha erősen összenyomja a fejét, kitisztul az agya. Nevetségesnek? Igen, nevetségesnek érezte magát, hogy engedelmes báránykája volt a hegynek, hogy eltörte apja zsarnokságát, Tánios szerelmét és vallása engesztelhetetlen törvényeit. Hogyan is volt képes ennyire kivetkőzni önmagából? Most eddig nem sejtett erőket fedezett fel testének és lelkének rejtett zugaiban. Milyen szégyen lepedőnek lenni, amelyet összehajtogatnak lámpásnak, amelyet eloltanak, talpalatnyi földnek, amelyet eladnak. Megmarkolta a láncot és húzta, letépte szívéről a különböző rétegeket, az érzéseket, szerelmeket. Meg annyi tüske volt csak. Ő is megszerzi magának a boldogságot, az örömöt. Mint a tésztát gyúrta át magát olyanná, amilyen akart lenni, hogy alkalmazkodni tudjon az élethez, ő is olyan nő, mint a többiek. Ugyanolyan teste, ugyanolyan vágyai vannak. Miért ne lehetnének ugyanolyan vétkei is? Apró, de súlyos kis ólomgolyók. Hiszen csak azok fontosak, éppen azért, mert súlyosak. A föld által kihányt, hitvány agyakból készült ember nem emelkedhetik a magasba, nem alakulhat át egy darab égboltá. Hogyan tehetné meg éppen ő, hogyan egyesíthetné ki pusztán a maga erejéből azt a begörbített vasludat, amely az embert a földhöz szegezi. Olyan lesz, ami ennek lennie kell. Sodródni fog, mint szalmaszál az árral. A szobában fölsírt a kislány. Bárzsot őrültként ugrott alpra. Ó, a gyerekről megfeledkezett. Elfelejtette, hogy még egy élete van. Szinte még el se kezdődött, rózsaszínű húsból, pelenkából, tiszta lélekből álló kis gubanc. Na és? Magával viszi. Milyen vétek volna fölnevelni a hegy kérlelhetetlen törvényei szerint? Már az anyateljjel belecsöpögtetni a mérget, amely megöli az akaratot, a vérszavát. Inkább levágatná mind a két kezét, mint hogy engedje úgy felnőni, ahogy ő nőtt fel, lehajtott fejjel, pányvával a nyakán. Bement a gyerekhez, akit még meg sem kereszteltetett. Ugyan, mire jó az a pár víz, pár olaj, meg az a csipetnyi só, amit a gyerek nyelvére tesznek. Eh, undorító komédia az egész. Az emberek találták ki, hogy tekintét szerezzenek, hogy valami nyomot hagyjanak maguk után. A bölcsőből szabadon fölkelni, a test édes törvényei szerint fejlődni, szabad szárnyalást engedni a léleknek. Ez az ember ideája, a tiszta élet, ahogyan azt a magasság Béli megfogalmazta. Nem kell semmiféle kötelék, szükségtelen lázasan a szentek lába elé borulni. A gyerek sírt, kilátszott rózsaszínű inge, parányi arcizmai összehúzódtak. Bárzsot nézte egy darabig, igen, igen, igazi nőt csinál belőle. Kifinomítja mind az öt érzékét. Megtanítja, hogy az életet nem elviselni kell, hanem alakítani. A sírást, hajbólkolást, szenvedést az ő gyermeke nem fogja megismerni. Gójtőz majd a férfiak szerelméből, alázatos közeledésükből. Egy önge testből, ha majd megnő, gyönyörű szerszámot farag, csillogni fog, mint a nap. Ketten lesznek két boldog nő, nemüknek két gyöngyszeme. És ha ő megöregszik, Elnyövődik, gyönyörködni fog az új bárzsutban, aki egyre magasabbra emelkedik majd. Látni, érezni fogja, hogy élete az ő életének a folytatása. Így lesz. És hirtelen, mintha valami visszahúzta volna a valóságba, eszébe jutott Lattuf. Elfelejtheti-e, hogy nézett rá? Elfelejtheti-e a szavait, amelyek újra föltépték a hegedősebet. sebet? élhet -e tovább is mellette? Tudván, tudva, hogy tekintete állandóan követi, levetkőzteti, hogy minden lépése, minden mozdulata csak vágyat ébreszt benne. Hogy bírná ki? Elmenjen. De hová? Pedig nem tehet egyebet, mint hogy itt hagyja a falut, elmegy dolgozni, hogy megélhessen és fölnevelhesse a lányát. De ha nem megy el, ki kell szolgáltatnia magát Láttufnak, hogy az orvos, behajthassa az árát annak, amit tett érte. Akkor már okosabb elmenni, méghozzá mielőtt Latuf visszatérne. Átvág az erdőn, arra rövidebb, és senki sem veheti észre. És ha sikerül elszakadnia ettől az emberi közösségtől, amelyet a hegy hozott létre, szabad lesz. Szabad! Testben és lélekben egyaránt. Néhány perc alatt összecsomagolt, ölébe kapta lányát, jó erősen magához szorította, és elindult. Az ajtót tárva, nyitva hagyta maga után. Bárzsot eltűnése nagy izgalmat okozott a faluban. Láttúf vigasztalhatatlan volt. Egyszer Gibrait Beirútban járt, és látta ott, a nyilvános házak negyedében, kikenve, kifestve, mégis sápattan, amint kuncsaftokra lesett az utcán. Megszökött, mert teste lázadozott a férfiak vágya ellen, s a férfiak vágyából volt kénytelen élni. Még többet fog szenvedni, ha megpróbálsz véget vetni szenvedéseidnek, jósolta a beduinasszony. Egy báb. Vége.